Ácsi Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Ma reggeli társ műsorvezetőnk Gönczi Gábor egészen 10 óráig. Jó reggelt, sziasztok! És megérkezett az a férfi, akiről az előbb már beszéltünk, akit mi úgy szeretünk, akiért mindig úgy szorkoltunk az utolsó időkben, pedig itt az elmúlt időszakban pedig még inkább, ha lehetett. Balzsai Károly! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Hát figyelj, azt állapítottuk meg a Gáborral, mert Jani elszaladt kávézni közben, de ő ugyanezt mondaná, hogy hála jó Istennek nem nagyon látszik. Igen. Az a dolog, amin túlmentél. Hogy mi még egészségesen sem néztünk is, ahogy, mint te most. Jó, és én soha nem is fogok. Tehát, hogy bármit meg is tennék érte, én soha nem is fogok, de hogy nem látszik rajtad, egyrészt nem tört meg a betegség, másrészt meg azért így a testi adottságok. Hát nem azt mondom, hogy ugyanolyan vagy, mint amikor még ugye rendesen verted az ellenfelet, de azért nincs nagy baj? Vagy akkor van nagy baj? Vagy volt? Most már nem látszik rajtam. Azért kicsit megviselt. Én június környékén azért elég ramagy állapotban voltam, főleg miután megkaptam a 6 kezelést. Ugye közben nem is lehetett semmi mozgást végeznem. Nem azért, mert nem szabad, hanem általában az orvosom azt kérte, hogy a sportolók mindig egy kicsit túlvezérelik magukat, és akkor a szívet azért túlterhelik, és ezért inkább nem csináltam semmit, csak otthon táplálkoztam. Kezdjük az elején. Mikor és hogyan derült ki? Ez nagyon korán, hát nem is korán. Régen volt, ez januárban nekem lett, hogy a nyakamban nagyon megdagadtak a nyirokmirigyek, már annyira, hogy a rágásnál már éreztem, hogy az állcsontomat nyomja. Aztán nagyon belázasodtam, kiderült, hogy mononukleózisom van, és akkor 3 hétig karácsonyi ponty üzemmódban voltam, hogy itt kikapcsoltak mindent, csak néztem. Ültem, feküdtem az ágyon, és csak néztem, annyi erőm nem volt. És azt mondták, hogy hát ennek már talán múlnia kéne, és akkor beutaltak ide a stadion másik oldalára a László kórházba, és rögtön egy nagyon szuper főorvoshoz kerültem, akivel elkezdtük ugye a kivizsgálásokat, és ahogy haladtunk előre nem is a kezeléseken, hanem így a vizsgálatokon, egyre nagyobb esélyszázalékot mondott, hogy nekem lehet, hogy ez a problémám és ez a bajom lesz. És szegény feleségemre így mentünk rögtön össze, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, az, hogy én biztos, hogy nem ők rákos, hát én hogy nem lehetek. Hát nem olyan 20 évig sportoltam, mert ez ilyen nincsen. És akkor jött a biopszia, ami nem volt jó, utána ültünk ugye a PET-CT-n, és akkor jött meg a szövettannak az eredménye, és akkor telefonban én kikönyörögtem a hölgytől, hogy de igenis tessék már elmondani, hogy nekem mi bajom van, mert nekem fogalmam sincs, hogy ez micsoda, és akkor mondta, hogy ez egy rossz indulatú linfoma. Mondtam, hogy köszönöm szépen, leraktam, és ugye elővettem a telefont, mondom, oké, és az mit jelent? Aha. És akkor ezt kigugliztuk, akkor szegény feleségem hát ott összeomlott, és akkor hívtak be engem a PCT-re ilyen elővizsgálatra, és akkor a hölgy kérdezte, hogy cukorbetegségről cukorbeteg vagyok? Hát mondom, idáig nem voltam az, de ma reggeltől fogva én már semmi nem csodálkozom. És akkor mutattam az ujjam, hogy akkor csináljuk meg. Cukorbeteg nem vagyok egyébként, mint kiderült. És akkor megjött másnap az eredmény, hogy a lépemben, illetve a csontvelőben is van áttét, meg kompletten az összes, az egész nyirokrendszer tele van ilyen 2 centis gócokkal. És akkor bementünk az orvoshoz, mondta, hogy ez nagyon jó, hogy ezt el kéne kezdeni a kemoterápiás kezelést, mondtam, hogy mehetünk, és akkor átsétáltunk a nappali kórházba, ahol minket hallgatnak egyébként, és csokoltatok mindenkit. De drágák. Köszönjük. És mindig ott ül 10-15-16 ember, akiben különbözőféle ilyen vegyszerek és mindenfélék csöpögnek, és titeket hallgatnak, és próbálnak vidámulni. A legjobbokat kívánjuk nektek is természetesen. És akkor oda átsétáltunk, és akkor elkezdtük a kezelést. Tehát azonnal még aznap beintettük. Aznap én alig vártam, igen. Végre tudtam, hogy mi a bajom, és tudtam, hogy erre van megoldás. Igen, 100%-os arányt mondtak. Nyilván kíváncsi voltál rá, hogy mennyiség van. Azt mondták, hogy ez egy borzasztó agresszív és nagyon gyors valami, viszont a legjobban reagál és a legjobban kezelhető. Mármint a kezelésre jól reagál, idézőjelben számunkra jól reagál, és jól kezelhető, és ilyen 80% körüli gyógyulást mondott az orvos. És az volt az érdekes, hogy nekem addig ilyen 40 fokos lázaim voltak, és ahogy megkaptam a kezelést, nekem este már nem volt. Sőt, 2 napul már ilyen izzadás, meg ez a hidegrázásom se volt, mert ugye mindig reszkedtem, rázott a hideg, mint akit az áramráz, és 40 fokos lázam volt órákon keresztül, és akkor ez 3 nap alatt elmúlt. És mondtam, hogy hát én meggyógyultam. Aha, és akkor mondtam, jött a visszaesés, gondolom. Mondtam, hogy jó, oké, nem. Nem volt nem semmi volt, abszolút ilyesmi? Nem volt ilyesmi, utána megint 2 hétig jó volt az és akkor megint kaptam a kemoterápiát, akkor megint 4-5 nap bezuhanás, és akkor megint jól voltam, és kérdeztem az orvosomat, hogy nem mehetnék vissza esetleg dolgozni, vagy valamilyen úgy mennék, és mondta, hogy hát,
kis csoportos, 2-3 gyerekkel délelőttönként foglalkozhatok. Mondtam, hogy jó, ezt 3-4 napig betartottam, és akkor onnantól kezdve én délután, délelőtt ott voltam a Kásiba az edzésen, és azt hiszem a áprilisban már a Diák Olimpián voltam a gyerekekkel, és jártam versenyre. Tehát ugyanúgy nyomtad végig a kezelés. Én nekem az 4-5 nap, ami a kemoterápiám után volt, az nyilván otthon voltam, és egy kicsit így ki voltam kapcsolva, de utána én magamat összekaptam, és mentem edzést tartani. Engem leginkább az érdekelne, hogy ezt otthon hogy tudtad kezelni. Mert hát nyilván a szeretteidnek semmiképpen sem jó az, hogyha látják rajtad azt, hogy egy irgalmatlan belső vívódás, rengeteg kérdőjel, hogy nagyon-nagyon beteg vagy, egy kezelés és alatt állsz, aminek a végkifeletére még nem tudsz semmit, lehet jó és lehet rossz is, és nyilván azt nem akartad, hogy mondjuk ezt otthon ők, hogy ezt a hangulatot ők átvegyék. Ezt hogy kezelted? Nyilván főleg a lányoknak ugye az elején ez nekik nagyon furcsa volt, hogy hát előtte apa eléggé aktív volt, hát szinte alig volt otthon, és rohangált föl le, és utána 3 hétig nem látnak más, csak hogy fekszem a kanapém, és nézőüzemmódban vagyok. Nekik ez furcsa volt, főleg a nagyobbiknak, Hannának, hát a feleségem az, hogy belül nekim bizajlott, azt még máig sem tudom, azt tudom, hogy néha átment az anyukájékhoz, és ott zokogta ki magát, ott borult ki, előttem próbálta tartani magát. Érdekes mód, az első néhány hétben én tartottam a családba a lelket, hogy jó, oké, ezen túl leszünk, csak csináljuk és nem lesz semmi baj. Aztán voltak olyan időszakok persze, amikor ők tartották bennem a lelket, és akkor így közösen valahogy így remélem kijöttünk belőle, de hát ez majd szeptemberben kiderül. Rossz volt. A Hannának körülbelül 1-2 hónappal ezelőtt mondta el igazán a feleségem, hogy apának mi baja volt. Aha. Nyilván az oviba ő is hallott 1-2 dolgot, megrémült, de ahogy látta, hogy én kikeltem onnan az ágyból, elkezdett nőni haja, meg minden azóta nem. De várj, mit hallott az oviba, hogy valamelyik óvónő vagy dadús, esetleg az a gyerekek egymáshoz beszél. Igen. Ezzel jött haza, hogy apa tényleg rákos. Karcsi, mondod ezt, hogy ugye jól voltál alapvetően a kezelések után, de nyilván ezt neked lelkileg is le kellett rendezni, és sok ilyet hallunk, ugye mindenkinek a környezetében van ilyen, ugye, hogy valamelyest valahogy a spiritualitás felé fordulnak az olyan emberek, akiknek ugye ilyenkor azért valami segítség, valami lelki támasz kell. Nálad volt ilyen, hogy elkezdtél olyan dolgokban hinni, vagy olyan dolgokkal foglalkozni, amiben korábban nem? Nem igazán, a saját magamba vetett hit az felerősödött. Én mindig nagyon hittem magamba, és mindig mindenen átmentem. Ilyen voltam nekem. Az amatőr korszakon, meg a profiban is rengeteg hullámvölgyen voltam, miből általában kijöttem. Ugyanide soroltam ezt is, mondom, hogy jó, oké, ez is meg lesz, és át fogunk menni rajta. Facebookon természetesen kaptam mindenféle jó tanácsokat, indiai gyógyítótól kezdve mindenhol el akartak engem vinni. Nyilván mindenki jó szándékkal, csak milyen mindenkinek tudtam rá válaszolni, de igazán nem változott semmi. És az, hogy az emberek imádkozott a fél ország, meg mindenféle gyülekezet, és mindenféle mindenki. És azt nehéz kezelni ilyenkor, hogy az emberek tekintete feléd megváltozik ilyenkor? Tehát nem ugyanaz a hátba veregetés, nem ugyanaz. Borzasztóan zavart. Ugye? Jaj, engem nagyon zavart, hogy sajnálnak. Aha. És azért is... De te megjelenik a tekintetekben valami más. Igen, ó, szegény, és én alig vártam, hogy ezt levetkőzzem, hogy ne az rám nézenek, hogy úristen, itt van ez a szegény beteg ember, hanem a régi bajnok, a régi boxoló, aki most már edzés. Ez a szeretetből fakad. Igen, de a környezetek is nehéz, mert megpróbálod eljátszani. Hát de hogy játszod el? Láttam egy fotósorozatot a Karcsiról, pontosan egy sajtótájékoztatóról, amin a Karcsi is ott volt, és nem volt szőr a fején. És így megláttam azokat a képeket, és nem lehetett, az az életerős, tetterős, kőkemény sportoló, aki bennem élt, aki bennem a Karcsi, meg az, akit a képen láttam, köszönő viszonyban nem voltak egymással, és így oda néztem, és mondom, úristen, hát ez hogy lehet másképp kezelni? Igen, szóval, hogy a környezet ugye megpróbál neked erőt adni azzal, hogy ugyanúgy néz rád, de azért akarja, hát, hogy érezd, hogy közben megszorít. Meg nem is tudod, magadra se tudod hülye helyzet. Egyébként meg a környezetet sajnáltam magam körül, még igazán a családot sajnáltam, mert tudtam, hogy nekik ez borzasztóan nehéz feldolgozni. Én tudtam, hogy ezen túl leszek, én bíztam magamba, és mondtam, hogy oké, én ezt áttolom, és nem lesz baj. Remélem majd a következő vizsgálatok is ezt fogják igazolni, amit én érzek, meg amit én nagyon akarok, de nekik ez nagyon-nagyon nehéz. Azt mondják az orvosok, hogy 30% vagy a gyógyulásban te magad. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ez te hogy állsz hozzá. Még egy nagy kérdés, az összes olyan ember, aki ilyen betegséggel szembesül,
a miértet keresi, miért pont én. Tehát te itt vagy 30 évesen, egy nagyszerű sportolói múlttal, nyilván egészséges élettel, rengeteg sporttal, vannak a gyerekek, van a családod. Az első, amit fölteszel, hogy miért? Föltetted magadnak? Nem. Nem kérdezted meg, hogy miért kaptam most ezt? Nem. Nem. Nagy, nem, tényleg nem. Nem, nem az, hogy nem érdekel, tehát most mit tudok ellene tenni? Amíg benne most, vagy már. Igen, igen, most elkezdek itt rágondolni, hogy miért én, és akkor, ha ezt csináltam volna. Sajnos nem. Általában az összes ilyen sérülése, meg mindenféle olyan dolog, amiben így beleestem, az úgy megértettem, hogy jó, oké. Nyilván elfogadtam, hogy aha, valamiért ez van, hogy miért van, az már nagyon nem érdekelt. Na lehet, hogy ez segített, lényegében nem? Tök mindegy, hogy miért. És ha tudom, aha, hogy miért van, akkor az jobb. Nem, hát, benne nem, vagy. Legalább akkor... van valami kapaszkodó. Mondjuk abban igazam van a Ferének, hogy általában úgy szokott lenni, hogy mindig az ember azokra a rizikofaktorokra gondol, amiket nem sakkozott ki az életében. Hogy azt mondhattad volna idézőjelben, hogy na, dohányoztam, na, ittam, na, éjszakáztam, na, kokszoltam, biztos ezért van, de te semmiért nem csináltál. Tehát, nem mondhatod, hogy a négyben na, jó, van. Na, nem az egyikről leszok már régen, úgyhogy nem éreztem azt. Nyilván a stresszt mondják, rohanást, tényleg az előző évem az főleg, hogy abba hagytam a sportot, kezdtem átlépni a civil életbe, minden munkát meg akartam csinálni, mindenhol ott akartam lenni. Nyilván azért az univerzummal való viszonyom, illetve hát a anyagi rendezés az sem tett ennek jót, mert ugye akkor mégiscsak a családot valahogy azért el kell tartani. Próbáltam még több pénzt keresni, hogy csúnyán fogalmazzak, hogy mindenhol ott lenni, és akkor megcsinálni, és nem pihentem, nem figyeltem magamra, nem ettem vitaminokat, és akkor ez így valahogy kiderült, aha, legyengült az immunrendszer, jött ez a vírusos megbetegedés, és általában, illetve azt mondják, hogy ennek nagy valószínűség, hogy ez berobbantja. Ez nem genetikai, hála jó Istennek, tehát ennek tök örülök, mert a kollégám nem adtam tovább. Ezzel ellen nem tudom, hogy lehet, vagy tudtam-e volna védekezni. Hát, ha kicsit nyugodtabban érzed. Miután megjött a szövettan, ezzel nagyon már nem gondolkodtam. Aha, hogy akkor már csak volna. Az volt, hát hogy tud kijönni belőle. Annak nagyon örültem, akkor tényleg tök megnyugodtam, hogy na, tudom, hogy mi bajom van, és van rá gyógyszer. Gyerünk akkor előre. Azért egy gyerekek, ez nagyon jó gondolkodás. Igen, és egyébként ez a 80% azért az egy jó szám egyébként. Szóval nem. Ami a 80%-os gyógyul le? Hogy abba úgy bele tudsz kapaszkodni. Aha. Amikor megjött a PET-CT eredményem, és ott le volt oda írva, hogy hol található és mekkorák és micsodák, és mondtam, hogy szeretnék kérni egy orvost, aki ezt nekem elmagyaráz. És így leültünk egy szobába, és így megnézte, és mondta, hogy hát ez nem egy jó lelet. És mondom, hogy köszönöm szépen, ezt tudom, azért itt. És utána a következő mondat az volt, de nagyon jól tudjuk gyógyítani. Hát mondom, talán ezzel kellett volna kezdeni, de mondom, oké, akkor csináljuk. Ez annyira fura egyébként, hogy neked kell kérned, hogy magyarázzanak el mindent. Én sajnos nálunk is a családban volt hasonló eset, és akkor is valahogy utána kellett menni mindig ezeknek a dolgokra, oda menni valakihez megkérdezni, mert nem mondanak el semmit. Ezt nem tudom, hogy a saját érdekében, tehát a beteg érdekében teszik, vagy... Ez ki van ott írva, vagy ott lehet ezt tudni, hogy ott kérheted az orvosnak hogy egy szakvéleményét, hogy akkor nem utána... Hogy hát jogod van tudni a rizikót. Le van írva a lényegében. Csak tudod, amit elolvasol, nem hiszel. Hát nem, igen, nem hiszed igen. El, én olvastam egyszer egy ilyen. Ott van a neved, meg is ott van alatta ez a rengeteg minden, és hogy ez így a kettő hogy függ össze. Figyelj, ez egy nagy igazság, hogy az orvosnak nem annyira fontos a te túlélésed, mint neked magadnak, és neked magadnak a legfontosabb a saját életed. Soha senkinek nem lesz annyira fontos, mint saját magadnak. És valahogy az orvostudomány is erről szól, hogy igen, elmondom, hogyha kérdezed. Nekem nem lesz annyira fontos, mint neked. Na neked jó, de fontos, hát nincs egy ilyen tájékoztatási kényszer orvosként, hogy csak elmondom ennek a szegény gyereknek. Igen, kevesebb latin szóval, ha kérhetjük. Igen, mert hogy még nincs meg az orvosi diplomát, bár a vége felé kiokosodik az ember. Ki nagyon kiokosodik egyébként, most már annyira tudom meg. Utána azért leültünk a feleségem a gépével, én a tabbal, ugye a telefonnal, és akkor ilyen három Google-ba egyszer ott minden szót, hogy mi mit jelent. Érdekes mód az első PET CT leletemet, én csak szerintem én májusban, ez februárban volt, én májusban olvastam el pontosan, hogy mi bajom, aha, volt. Amikor már kezdtem jól lenni, és így úgy néz ki, hogy akkor túl leszek rajta, én akkor olvastam el. Mondta, így elolvastam gyorsan, hogy ez rossz, oké, elmondták, hogy nagyjából mi bajom van, de hogy részletesen, hol található, és mekkora, és hogy rekesz fölött alatt, és hogy lényegében tele volt szorva az egész testem. És akkor leizzadtál. És akkor megrémültem, hogy úristen, mi van. Nekem ez a bajom. Amit volt. Kérdezte az én, hogy ez a hit, nagyon, vagy te, Gábor, te kérdezted, bocsánat, még ott kint,
hogy elbizonytalanodtam el egész végig a kezelés alatt soha. Esetleg egy pillanatok, hogy meghallgat, de hogy hallatok meg, majd 70 év múlva. Szüleim, nagyszüleim is 90 évig éltek, majd mama, nagymama 99 volt, úgyhogy ez biztos nem. Egy-két héttel ezelőtt így bezuhantam, hogy úristen, baj van. Jaj, és akkor hívtam az orvosomat, hogy nekem most nagyon fáj a nyakam, és hogy hőemelkedésem van, és hogy most akkor mi történik, és akkor konkrétan kiröhögött, és azt mondta, hogy Károly, vagy Karcsi, ne pánikoljon, nincsen semmi baj. Utána rájöttem, hogy picit azért az edzésbe túlvezéreltem magam, hogy napi kettőt rögtön elkezdtem edzeni, meg a gyerekekkel másolrát fociztam, és az életemért futottam, de és utána egy hétvégén egy kicsit elfáradtam. Azt nem kellett volna, tehát akkor most visszaálltam a napi egyedzésre, de nem bírom magam visszafogni egyszerűen, mert élvezhetem, hogy végre mozoghatok és tehetek valamit. Most akkor szeptembert várod, ott még lesz egy CT, és akkor az alapján tudják azt mondani, hogy Károly, köszönjük szépen, gyógyultan távozhat. Nem, ha Károlyjal kezdik, akkor gondolom, a Karcsi. Karcsi, köszönjük, jó volt nem, magával. Nem, akkor egy évet várni kell, addig tünetmentes vagyok. Aha. Ezt úgy van, hogy egy év, és akkor ha egy évig tünetmentes vagyok, akkor most nem is tudom, hogy ilyenből azt tudják-e azt mondani, hogy gyógyult vagy. Aha, vagy mindig benne van, és tehát vissza kell járogatni, ellenőrzésre. Biztos, hogy vissza kell járnom, mert lesznek ugye ilyen utókezelések, meg mindenféle immunrendszer erősítés. Úgyhogy a feleségem borult ki valamelyik nap, hogy ennek soha nem lesz vége. Sajnos ezzel már együtt kell élni, egyre ritkábban fog majd eszünkbe jutni és vele élni, de... Ha figyelj, évente egyszer be kell menni, akkor... Nem, ez ilyen 3 havonta vagy 4 havonta aha. kell majd valami, de szerintem ezzel nem ez probléma. Most egyelőre a szeptemberen legyünk túl. És akkor is, hogy minden rendben lesz, akkor nagyon vidámak leszünk. Figyelj, még egyet mondj meg, hogy szeptemberen túl leszel, és minden rendben lesz, igen. És ezt nagyon-nagyon kívánjuk neked, hogy az ember elkezd másképp gondolkodni, mindig valahogy ezzel a spirituális társadalom pörgök, hogy elkezdesz másképp gondolni, tehát, hogy mondjuk van egy reggeli, és akkor régen csak ettünk egy jó reggelit, és akkor azt mondtuk, mentünk tovább, nem is gondolkodtunk el rajta, hogy egy ilyen betegség után az ember értékel olyan apróságokat, amiket addig nem értékelt? Vagy már nem foglalkozol vele utána? Biztos, hogy jobban figyelek mindenre, egyébként színekre, szagokra, én amúgy is vagy egy karácsony, akkor ott van mindenki, nem, amúgy is szereted, de hogy még jövök, jobban jövök szereted. Jövök a lépcsőn, olyan. Vagy megyek a kocsival, lehúzom az ablakot, jó levegő van, ez néha itt a körúton állok itt előttetek a dugóba, a jó levegő, persze, akkor úgy elgondolkodom, hogy de jó, nem vagyok rosszul, és basszus, de jó élni, és akkor oké, gyerünk tovább, és utána meg már az edzéstervben gondolom, hogy a gyerekeknek a lelkét hogy fogom kihajtani. Meg hogy kiröhögsz embereket, nem, hogy milyen hülyeségeken amúgy sem voltam egy olyan nagyon problémán leakadós típus, de most meg pláne nagyon könnyen átsiklom az ilyen csak ilyen akkor bosszankodunk, hogy nem kerülünk sorra egy sorba, és akkor igen, meg bosszankodok én tovább, csak mosolyogva egyébként. Aha. Úgyhogy ugyanúgy, hogy... Szeptemberben megjön az eredmény, minden oké, mi a terv? Merre lehet tovább menni? Nyilván folytatod az edzősködést. Ó, tervek, az mindig van meg lehetőség, mindig rengeteg adódik. Persze edzősködés, van ugye az a kis országos tévé, ahol már lassan 3 éve van egy pici sportműsor, amit én vezetek, meg a gyerekekből minél többet kihozni, és eredményesebbek legyenek, és a családi élet ugyanúgy tovább, és a lányokkal együtt. Ugye Hanna nagyobb, az most kezdi a sulit, tehát teljesen ki vagyok borulva, hogy már iskolás lányom van. Nem is mondd, ez 6 év. Súgy! Azonnal és nem őt féltem, mert ő tök jól el lesz az iskolában, és rohadtul fogja élvezni, de én viszont tönkre fogok menni. De, úgyhogy most egy kicsit nehéz lesz, mert ő két irányba fog venni a gyerek, a kicsi az megy óviba, a nagy az meg suliba, és ugye az edzői pályán minél eredményesebbnek lenni, és akkor ott majd esetleg előrébb lépegetni. Van nálad egy irgalmatlan csokoládé. Igen, hoztam egy csokit, ezt nektek, illetve a Klassz FM-nek hoztam, mert ugye... Meg se érdemeljük, de ha jól tudom, nem is tudom, tavasz, május, nem tudom, környékén volt az a nagyvárosvédő futás, igen, és olyan drágák voltatok, hogy az én képemmel futottátok a 10 kilométert, és én ezzel a csokival szeretném ezt megköszönni. Mert ez pont egy olyan iszonyatosan nehéz időszak volt nekem, pont ilyen kezelés után voltam, és annyira jól esett, hogy nekem ez rengeteg erőt adott, és ezt így nektek hoztam, és köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nagyon szíves, és nagyon örülünk a jó híreknek. Gábor, esetleg valamit Karcsi spirituális fejlődéséről meg a... Igen, közelítettem meg a dolgot. Igen. Jó, hát egy érzékeny lelkű fiú, nem olyan múfúrcizé, mint te. Érted.
Érted? Komolyan idehozunk egy rendes embert neked. Engem csak az érdek, hogy mikor üt le meg én valakit. Figyelj, jó leszek, és egy évig ugye tünetmentes, mert mit tudom én, a Koko az már úgyis fenni a fogától szervez nekem egy búcsú meccset, mert neki is volt búcsú meccs, a Madának is volt, és micsoda dolog. De várj, vele kell boxolni? Nem, nem, áll Istenek, és nem. Úgyis most fut meg triatlonozik, úgyhogy nem lehet utolérni. És azzal maszerál állandóan, hogy egy normális bajnoknak volt utolsó meccs, amikor lezárja a pályafutást és búcsú meccs, úgyhogy nekem is kell szervezni egy ilyet, azt mondta. Vállalnád? Egyébként vállalom. Ugye, jó ide, jó volt. Borzasztóan, nagyon-nagyon hiányzik maga az ökölvívás egyébként. Tehát azért is én is elkezdtem edzeni, futni. Igaz, még zsákhoz nem jutottam meg, ilyen speciális ökölvívó mozdulatokat még nem végeztem, de nagyon-nagyon hiányzik. Na jó van, akkor ezt megvárjuk. Karcsi, nagyon köszönjük, hogy vállaltad a beszélgetést. Mi ugye nem akartunk zavarni, csak úgy, mint a Fókusz Távé az elmúlt időszakban, hogy... Azt a Gáborral most itt kíván lebeszéltük. Hát, hogy legyen. Vagyok, hogy ezt nem kérdeztem meg, úgyhogy köszönjük szépen. Ha olyan, akkor egy telefon teresz már meg. Én kíváncsi vagyok rá. Jó? Jó. Hogy mi van. Köszönöm szépen. Jó, és köszönjük szépen, hogy elmesélted. Balsai Károly, köszönjük szépen. Morning Show. Ma reggeli állandó vendégünk. Köszönöm egészen szépen. 8 óráig, nagyon szívesen. Zombóvári. És van egy szintén visszatérő vendégünk, akinek megint nagyon-nagyon örülünk, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Ezt mindig meg kell néznem, mert én ezzel még barátkozom. Igen, az elejét meg a végét nem tudjuk megjegyezni. A doktort. A Meskó Bertalan megvan. Szia, köszönjük szépen, hogy megint jöttél. Jó reggelt, sziasztok. A múltkor, amikor itt voltál nálunk, akkor tényleg hihetetlen távlatokat néztünk át a jó voltodból a segítségével. Üres tekintettel bámultunk magunk elé, miután elmentél még hosszú perceken keresztül, és azon gondolkodtam, hogy úristen, tényleg ez a jövő. Nem, hát hogy lehet valaki ilyen okos, ilyen fiatalon, ez az első, igen. A második, eddig, hogy biztos tényleg csomó ez. Nője van. Vagy hogy ilyen fiatal orvos, és mit keres még Magyarországon? Jó kérdés, jó felvetés. De nem is sokat vagy itthon. Vagy te itthon dolgozol tulajdonképpen, ezt nem is emlékszem. Igen, Budapesten élek, most jöttem vissza egyébként Melbourneből. Ott az első digitális egészségügyi konferenciát most szervezték meg. Azt mondták, hogy náluk még nem volt erről szó soha. De az mi, Skype-on vizsgáltak, vagy mi? Minden olyan eszköz, ami digitálisan felhasználható az egészségügyben, ami javítja az embereknek az egészségmenedzsmentjét, stb. Vigyázz vele, MP3 nem mindent ért, hagyjad. Milyen mindent ért ebből? A legjobb dolgot választottad ki egyébként, mert a doktor úr megint hozott nekünk egy csomó izgalmas dolgot. Ez egy villa. Ez egy okos villa. Mm-hmm. Smart Fork? Smart Fork, Happy Fork a neve egyébként. Egy villa, egy klasszik villa, ami klassziknak néz ki, de remeg a nyele, de ezt majd a doktor úr elmondja. Az a lényeg, hogy össze lehet kötni az okostelefonoddal. Miért is? Ugye márciusban voltam itt, és azóta alig tette pár hónap, de ez a világ, ez igazi forradalmon ment keresztül. Ez az egyik olyan eszköz, amit most leginkább promotálnak világszerte, azzal alapelve, hogy azt mondták ki egy tanulmány alapján, hogy ugyanolyan éhségérzet mellett, ha lassabban eszünk, kevesebbet eszünk. Ez egy régi sztori egyébként. Egy francia cég erre ment rá, egy párizsi cég, és a villát ott kezemben most fogva be lehet kapcsolni, egy szín vagy zöld, vagy pirosan világít, és vibrál. Én próbáltam vele enni, étkezni, nekem sincs sok idő minden nap, mint sokaknak másoknak, falok igazából az igazság. Elkezdtem vele enni, és ahogy próbáltam volna a következő villát a számhoz emelni, rezeg is piros, még nem, akkor még nem. Mindig nem. És most a következő. Nagyon komoly. Végtelen frusztráló. Hogy nézze meg be, ugye a Domi nem jó példa, erről nem tudjuk kipróbálni sajnos, mert mindig, amikor előeszköz van a kezébe, lehet remegni a keze már az izgatottságtól. Hogy várja? Megnyomjuk. Aha. Janikám, attól, hogy pirosan rezeg, ne azt a felét fogd. Rá kéne én, hogy étkezési célokra, mert lesznek itt félreértések. Igen, nagyon érdekes, hogy amikor már hajlítanád. Súlyéri a villa fejrészét, akkor abban a pillanatban érzékelő, hogy táplálék van rajta. Tehát gyakorlatilag nem csinál semmit. Tehát nem csak mozgást érzékel, hanem kell hozzá a tömeg, amit eszel. Aha. Ráadásul azt is méri, és telefonra küldi automatikusan természetesen, hogy pontosan mennyi ideig ettél, hányszor tettél a villát a szádhoz, és ajánl, hogy ezek szerint rosszul, jól, optimálisan eszel el, vagy nem. Na most ez nem hülyéknek készül? Tehát, hogy így, akik így nem tudják felfogni, hogy figyelj, habzsolsz, rosszul leszel, rossz lesz az emésztésed, jó, az a baj ezzel, okosvilla hülyéknek, ez lesz a szlogenje. Nem, az a baj, hogy ugye te ezeket mindig úgy nézed, hogy te egy visszafogott étkezésű sportos fiatal ember vagy. Az, aki meg túlsúlyjal küszköd, Dick, az hiába tudja azt, hogy kéne enni, érted? Hiába tudom azt, hogy kis falatokat, keveset, hosszan, jól megrágva az ételt, tudom az elvet, de nem tudom betartani. A villa abban segít, hogy elkezdi rezgetni a kezedet, és lehullik róla a falat. A cél az nagyon szimpatikus, csak picit azt érzem, hogy így elkényelmesíti az embert. Tehát, hogy olyan, mintha nem rendelkeznék saját akarattal,
valakinek engem újra és újra figyelmeztetnie kell arra, hogy... Vagy egy sima villával is el tudod ezt érni, hogyha mondjuk leves teszel vele. Tehát ugyanúgy nem jut a szádba semmi. Vagy gyümölcsleve. Ne is mondd, ez valós veszély, de azt látni kell, hogy ezek még, tehát okos, most van nálam okos vérnyomásmérő, okos villa, aktivitásmérő, alvásmérő és így tovább, ezek nem 5 éve nem voltak, de még fél egy éve sem. Tehát annyira most kezd átfordulni a világ, hogy most még van minden, még nagy, még csúnya, még óvatosan kezdjük el használgatni, aztán remélhetőleg egyre kevesebb lesz, kisebbek, és nem is veszük észre azt, hogy minden nap használjuk, csak az egészségünket egyszer lesz az De tudod ezt képzelni, hogy bemegy egy ember az étterembe, és nem az étlap fel érdeklődik, hanem arra, hogy mondjuk a villája az fut-e Windows alatt. Az mennyire durva, nem? Hát pedig ez a jövő. Eltem már magam az étterembe, és furcsán néztek rá. Víztás a villám? Hogy? Mi? Egy konnektor kell, a villámot szeretném feltölteni. És evőeszközt nem kérek, hoztam magammal. Hát ez csak egy, de mielőtt végigmennénk a sok-sok kütyűn, van előtted egy könyv, aminek az leges-legelső példánya van itt most. Köszönöm szépen a könnyű átkötést. Igen, az elmúlt egy évenben vért izzadtam szó szerint, hogy ezt a könyvet megalkossam. Ez egy kézikönyv, úti könyv a jövő orvoslásához. Angolul jön ki, most az Amazonon lesz. Összetett a téma, vagy nem beszélsz jól angolul? Mert látom, hogy angol nyelv. Angol nyelvű a könyv, igen. Lesz magyarul is később. Onnan vette észre, Jani, hogy angol nyelvű a könyv, hogy nevet fordítva van. Igen, néztem is az adásületet, Bertalan Meskó. A célom az volt, hogy adjak egy igazi úti könyvet a jövő orvoslásához. Milyen 22 trend, technológia fogja szerintem formálni a jövőt, és mit lehet kezdeni ma betegnek, orvosnak, laikusnak, döntéshozónak, bárkinek. Ez egy igazi, azért hívom guide-nak, mert ez egy úti könyv, mintha egy új országba mennénk, csak ez a jövő orvoslása, hogy tudunk felkészülni ma. Én tartom azt, hogy ugye tele vagyunk kütyükkel, meg technológiákkal, a jövő orvoslása az nagyon technológiadús lesz, és nagyon nagy veszélyt látok arra, hogy az emberi viszony az el fog ebből veszni. És az én vízióm az, hogy ezt nem kell elveszítsük, de ezt csak akkor nem fogjuk elveszíteni, akkor fogunk találni egy egyensúlyi helyzetet a technológiák használata és az orvoslásnak az igazi viszonya között, ha ma elkezdünk készülni mindnyájan. Legalább képbe kerülünk, hogy milyen irányvonalak, technológiák, trendek vannak, mit tudunk kezdeni ma ahhoz, tényleg gyakorlati szinten bárki ahhoz ma, hogy erre a világra észszerűen készüljünk fel. És ahogy látom egyébként a könyvet, Green Doctor rektorált a vészhelyzetből, csak haj volt még a fején. Nagyon jó, abszolút jellemzi a könyv hátulján a kettősség. Ott van Bertalan egy modern képen, egy tablet van a kezébe, viszont egy analóg stetoszkóp a nyakába. Ugye ez a két világ találkozása? Pontosan, de kitámogott ezt a gondolatot. Most a Melbourne-on láttam egy olyan alkalmazást, amivel a fonendoszkópnak csak a vége van meg, a beteg a megfelelő pontot a melkasához illeszti, és azt, amit a orvos amúgy a beteg mellett hallana, azt átküldi akár kontinensen túl is. Tehát van olyan hely, ahol nincs egyszerűen orvos, nincs valami szkóp, még lehet majd a hálapénzt utalni? Hát szerintem még az is eljöhet. Azért egy praktikus kérdés ide kiválkozik, magyarul. Jogos kérdés. A könyv az valószínűleg hétfőn jön ki az Amazonon, lesz megrendelhető fekete-fehérben, színesben és e-book formátumban, és már dolgoznak a magyar és spanyol fordításokon, és lehet, még koreai is lesz, nem tudom, annyira lehet. Az is érdekel, de a magyar egy picit jobban. De magyar fordítás miért nem tetszik? Te írtad a könyvet. Egy év alatt írtam meg, én nem vállalom, hogy most elkezdem fordítani, úgyhogy lefordítják és én átnézem. De ez durva, nem, hogy a magyart nem vállalja. Ja, angolul megírom, gyerekek, szívesen, de magyarul. Ja, a cél azért, hogy angolul megírom, hogy tényleg mindenkihez eljusson, minden szélesebb körökhöz. Nagyon könnyű a nyelvezete, rengeteg benne a példa, abszolút nem szakmának szól, hanem ez nem ilyen nagyon felfoghatatlan egy átlag orvoshoz járó beteg számára, tehát most belegondolok a kis fatornyos szülőfalum orvosi rendelőjébe, ahol van minden, és nagyon jó az orvosi ellátás, de hogy mondjuk ilyet, hogy rezgő villa, meg olyan szerkezetek, amiket a múltkor hoztál, azok azért még szóba se kerülnek. Nagyon jó kérdés, szerintem egy kicsit sokkoló a könyv, aztán persze visszahozom a gyakorlati talajra, de épp azt akarom bemutatni vele, hogy amik nálam vannak most, azokat most bárki megveti bárhol. Tehát az, hogy én az alvásomat mérem egy 10-valány ezer forintos eszközzel, és én 7 órákat alszom, de azt szuper minőségben, könnyen kelek. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember csak azért nehezen éri az életét, nem örül, hogy munkába kell menni, nem szeret másokat, mert rosszul alszik minden nap. És éveken keresztül. Meg ezen az ősbizalom a lényeg. Szerintem a magyar gyógyászatban az ősbizalom a lényeg, hogy doktorról lesz, biztos jót fog tenni nekem? Igen. Jót, Marika, akkor igen. Már be is veszed. Ezzel az okos villával majd újra. Más lesz a pacalényem. Figyelj, valljuk be őszintén, legalábbis én mondjuk a lázmérőt még értem. Tehát, hogy az összes többi most... Hogy de tudod, abból is csak a régi higanyosat. Érte, tehát, hogyha 5 orvosi berendezést elé tolnak, akkor szerintem mondjuk 3 rákérdezésből tudod megtalálni szerintem az EKG-t, nem?
Hát ez milyen volt? Hatalmas volt, drága volt, és gurkocsin kellett tolni. És most a kezemben van egy 5x2 centis égegi egycsatornás készülék. Ez klinikai aprúvál, tehát ez az amerikai FDA, ami a csúcs szervezet a világon, ez klinikai eszközként fogadtatta el, és amit ők elfogadnak, az szent. Ez egy egycsatornás EKG készülék, tehát most tudok csinálni akár... Akkor az olyan, mint az online kassza. Igen, annyi hátránya van, hogy a tüdődbe kell beragasztani belülről. De ezt meg tudjuk csinálni. Adj egy pohár, tehát én le tudom ezt nyelni. Egy bankkártya méretű készüléket. Ez olyan, mint akármennyit fejlődött a lázmérés, csomóan még mindig fenékbe dugják alapból. Meg se kérdezik, hogy... Igen. Így kellene fogni a telefont a két elektródával. Fogom a telefont, igen. Fogok egy okos telefont és a két elektródáját fogom. Jól tartom, doktor úr? Mindjárt meglátjuk. Mindjárt meg. Szuper. Ha. Ujjaj, már. Ez olyan, mint a buszindex. Nem szendíts, ne harap. 80-as púzus, nem is olyan rossz. Nézd, milyen rosszak a befektetéseim. Most az euró gyengül. Egy EKG-szerűséget látok futni nem a képernyőn. Nem szerűség, ez az EKG. Ez EKG. 81 BPM, hát nem egy scooter. De az neked szívre pont elég. Na, jól néz ki. Gyakorlatilag tényleg egy bankkártya méretű szerkezet, amit megfogsz két ujjal, és már csinálja is, ugye egy csatornás. Most ehhez képest ma bárhova bemész orvosi rendelőbe, kórházba, akkor valóban a zsúrkocsit tolják be, jönnek nagyon a tappancsok, lekennek ezzel a ragacsos anyaggal, és akkor... Egg-analízis, Jézus, a tojást is nézi. Ez LCG, bocsánat. Igen. Tehát, hogy már is elemzik, akár élőben. Ez most real-time befutott a központba? Ez real-time, ez teljesen biztonságosan tárolja, el tudom neked küldeni. Jefferson intézetben? A saját EKG-dat PDF-ben. Az EKG-mat kér, EKG-mat PDF-ben szeretném. Androidon. Komolytalanok vagytok a kutyapályát. Nem, olyan nehezen haladok a technikával. Figyelj, az is meg tudja mutatni, hogy fogadhat a telefonod a MMS-t. Van már nem csak mi haladunk ezzel, hanem és a szakmát sem szabad bántani, mert erre az orvostársadalmat világszerte soha senki nem készítette fel. Szembe vagy szem, igen, most pár éve, de egyébként máshol sehol. Tehát az, hogy nekem van genetikai, volt több genetikai tesztem, meg van a saját teljes genetikai állományom egy fájban. Ja, itt ül mellettem. És elvittem a házi orvosomhoz, hogy ezt meg ezt, és kíváncsi voltam, mint genetikus, amit van, és mondta, hogy ki se találjam, hogy ezt elkezdem vele megbeszélni, mert fogalma nincsen. Tehát soha nem tanultunk erről semmit. Most kell ezt bevonni az orvosi kurikulumba. A szemevej személyhez konkrétan tanítjuk, hogy lehet felkészülni most a jó orvoslásra. Ja, bocsánat, nagyon de nem kell attól tartani. Szemelverszignált, az apák megmentője. Zsúl, majd egy kicsit, azt csináljunk egy külön műsor ennek a résznek. Én attól félek, hogy hallod, már nem is lesz megtermékenyítés, hallod, a DNS-e megvan, valakinek megvan PDF-ben. Aha. Csak elküldöd a nőnek, akinek tetszik, az meg feltölti. Elolvassa, föltölt, és megvan. Ha tetszik, feltölti. Ha van Adobe, igen, akkor terve is tudnak ejteni. Jó, ez is izgalmas volt, de beszéljünk arról a dologról, amit hoztál, ez az alvás, mert ez szerintem nagyon sok embert ténylegesen érint és érdekel, mert ez egy jó pofa dolog, hogy EKG-t csináltunk most a Dombinak, de ez az alvó szerkezet, ez szerintem nagyon sok olyan embert érint Magyarországon, húsba vágóan, akik tényleg nem alusszák ki magukat, és nem csak azért, mert mondjuk annyit alszanak, mint a János meg én 4 órát, hanem lehet, hogy 8 órát kial, időben lealussza, de nem lesz pihent a végén. Abszolút, nekem 7 óra kell, szerencsés vagyok. De azt vettem észre, hogy sokszor megvolt a 7 órán, felkeltem, és nehezen keltem, nehezen pörögtem fel, és elkezdtem mutatni, mi lehet az oka. Ez egy tényleg 1 centis-2 centis eszköz, egy francia cég csinálja, a palsznak, púzusnak hívják. Egyébként a karomon tudom viselni nagyon vékony, kényelmes ilyen csukorszorítóval, és reggelre megméri, hogy mennyire volt az alvásom minőség. Megmutatja, mennyi volt a mély alvásom, mennyi volt, mikor keltem fel, felkeltem a többször. És volt, hogy azt találtam, hogy nehezen keltem, mert amúgy 28-szor felébredtem éjszaka a 7 órám közben. Elkezdtem keresni, mi az indok mögötte, hogy rosszul étkeztem este, vagy nem mozogtam eleget, nem voltam hidratált, bármi. Az ember ezt kikutatja, mi az indok, aztán elkezdi még egyszer méregetni, és most már nagyjából tudom azt, hogy nekem hogy kell lefeküdjek ahhoz, hogy jól aludjam azt a 7 órámat. Okos órám van, nagyon is 10-valahány ezer forintba került, Amerikában rendeltem meg, és megmondom neki, hogy 6:40 és 7 óra között keltsél fel akkor, amikor már amúgy is kelnék fel. Tehát ne aludjak feleslegesen nem mi alvásban, de keljek fel nagyon könnyen. Nézd meg, csak behoztad, és a Dombi már alszik. Nem, nekem az, hogy ugyanezt a kutyám csinálja. Hát itt csörgésre sincs szükség, hanem tényleg az van, hogy csak vibrál óvatosan, mert amúgy is könnyen kelnél fel, mert pont elkezdtem volna mozogni, nem töltöm az időt felesleges nemi alvásban, de nagyon könnyen kelek fel. Annyira egyszerű trükk, annyira szent költségben, odafigyelésben, annyira minimális igénye van ahhoz képest, hogy minden nap jól alszom. Igen, kérdez, ha megvan az igény, mert mondjuk én azért szombat hajnalban nem biztos, hogy örülnénk, hogy hát beregne a karórám, amikor megyek ki a csetáros mártogatóért a hűtőhöz. De csak motiváció. Vagy egy idő után nem is a karodra rakod, mert észreveszed, hogy be a reggel, és úgy nem akarok aludni, de nem is tudok. Te lesz az alvó ügynök.
személyes motiváció kérdése, volt szó a futásról, én az igazság gyűlölök futni, mégis kimegyek hetente kétszer-háromszor, és rátaláltam, hogy nem tudok máshogy futni, csak akkor, hogyha a telefonomon mérem azt, hogy merre jártam, milyen időközökkel mentem, mert engem az adat motivál. Tehát mindenki meg kell találni azt, ami őt motiválja. Én azt várom, hogy végre befejezzem, hogy lássam, hogy milyen volt az adat. Engem, ha Rubit végig fut előttem, az motivál. Hát az is sokat dob, így van, az jó húzóerő. Mit tud még az okos óra? Az okos óra abban is segít, hogy ne kelljen mindig telefonnal a kezemben üljek, tehát például valakivel találkozom, telefon nincsen. Időt mutat? Természetesen. Hány óra van, doktor? Az okos telefonokkal legrosszabb igazi, telefonálni. Igazi jó kérdés volt. Időt mutat? Tehát jelzi azt, hogy kaptam-e SMS-t, e-mailt, bármit, de nem kell telefonomat nézem, mert csak óvatosan ezek olyan kis elegánsan. Emellett van egy nagyon egyszerű alkalmazása, az a neve, hogy 7 perces edzés. Reggel felkelek, bekapcsolom, megmondja, hogy 7 percig mit kell csinálni, és úgy felpörget a napra. Nem kell nekem kitalálni, reggel feküldtem az emberek gondolkodik. Pontosan. Illetve hát egyszerű alkalmazása is vannak, én például a fallabdában nehezen számolom a pontokat, mert koncentrálok a játékra, ez most ilyenkor segít, hogy számoljam. Tehát ilyen kis bugyuta alkalmazása is vannak, de van több száz, hogy lehet válogatni mindenkinek, ami számára megfelelő. Zseni. De tényleg. De nálad is igaz, Domi, nem? Hogy? Hát a fallabdával. Én a röplabdával. Ugyanígy állok, nagyon nehezen számolom benne a pontokat. Nem, én attól félek, én már tovább gondoltam, hogy azért neked egy ilyen szoftverhiba az végzetes lehet. Igen. Vagy valami hacker bejut az adatközpontodba, és mondjuk átírja az éjszakai alvásodat, és 2:30-kor így valaki felkelt. Én már tényleg az ördög ügyvédje vagyok, szóval... Ráadásul 10 fajta eszköz kell egyszerre töltenem ilyen nappal. Hogy az okos villád mondjuk nem rázza a kaját, ezzel, és meghízol. Ezzel neked azért van egy macerán, ja, nem? Gépparkon van, így van. Mindent, föltölteni mindent. De nézzük a másik oldalát, hogy eddig, én amikor konferenciákon előadok Magyarországon, és megkérdezem a több száz kollégát, hogy hányszor mérnek vérnyomást egy nap, és sokan mondják, hogy 5-5, ahányik beteg van 5-5-10-szer, és megkérdeztem a múltkor pár hete, hogy és saját magukét mikor mérték meg. Ki az, aki az elmúlt egy hónapban egyszer megmérte, és vagy két kéz volt a több százból. Tehát nekem van okos vérnyomásmérőm, se egy pumpa rajta, se egy drót, ezt reggel vagy hetente egyszer felpatintom a felkaromra, egy gomba rajta, és start, semmi dolgom nincsen vele, és miközben e-mailt nézek, megméri a vérnyomásomat, telefonom rád küldi, ábrázolja hosszú távon, és megmondja azt, hogy a vélem alapján ez mennyire optimális. Muszáj közben e-mailt nézni? Akármit lehet csinálni közben természetesen. De egyébként, hogyha megvan még a számlád, akkor szerintem 2 hónapon belül küldenek hozzá drótokat, ha jelzed nekik, hogy nem kaptál. Ez olyan, mint a wifi kábel, azt is adnak. Ja, igen. Ha kérsz. Ez a francia cég csinál olyan mérleget, amivel rász, felismeri, hogy te vagy, méri egy tömeget természetesen, átküld a telefonot. Szia, Pistikém! Megíztuk! Mellé kell kéne egy levegő minőséget körülötte, címarosszi minőséget, csak ilyen plusz featureként. Tehát annyira sok kütyű jön most felénk, amiket fel lehet használni, valamiknek sem értelme nincs. Egy mérleg, ami levegőt is mér, tehát levegő minőséget is mér. Minőség. Nagyon jó minőség. Hisztál 5 kilót és rengeteg a szénmonoxid a levegőbe, ez egy használható adat. Szerintem miért nem jó? Hát igen, csak nekem mindig az, ez van az okos előtag, ugye minden smart. Aha. Azért a legsmartabb az volt, aki ezeket kitalálta, üzletileg. Hát nem? Neked ezt nem muszáj megvenni, hát... viszont ha akarod, akkor könnyebbé teheted a saját életet. Meg azért valljuk őszintén, most picit így hagyják a másik oldalra, az óra, az nem drága, és ehhez képest pedig olyan dolgokat tud, amiket egy hétköznapi karóra is tud egyrészt, másrészt pedig adott esetben az jóval drága. Tehát, hogy most ez a 10 000 forint egy óráért, az nem rossz. Úgy, segít a futásban téged például. És én rossz példa vagyok. Nekem van 20-valány kutyú, mert tesztelgetem őket, kapom a cégektől, hogy próbáljam ki, előadásaimban mutassam be. A cél az, hogy ami valaki szeretne mondjuk jobban futni, vagy jobban aludni, akkor talál egy eszközt, ami tényleg egyszer-két centiméteres, szerintem ahhoz képest sokkal olcsóbb, mint amit a később eredményben fog adni, és akkor azt kezdi el használni, ameddig szüksége van rá, de az sem mindig. Na jó, magad arra, tehát te nem dörvölj. Na ennyi. Nézd, ennyi. Kell ennyi adat. Annyira analóg vagyok. Itt van még valami, ez vélhetőleg egy fejre illeszthető eszköz, idáig jutottam el vele, olyasmi, mint egy régi típusú fejhallgató. Igen, de nincs hozzá kábel. Ez a legújabb eszközöm, ez egy hete használom. Ez az első olyan keresményprogramon kapható fejpánt igazából, ami EEG-t mér, elektronik a falon. Vagy pónik szemellenző. Nagy hullámokat mér. Nem azt csinálja, hogy megmondja, hogy pontosan most milyen nagy hullámokat generálunk, mert nem tudjuk elemezni, nincs értelme. Aha. Hanem azt mondja, hogy most aktív az agyunk, vagy ilyen semleges, vagy nyugodt. És abban segít megtanítani, azt segíti megtanítani, hogyan tudjuk az agyunkat legyugtatni, relaxálni. Azaz felveszem a fejemre, agyhullámokat mér, a telefonom egy alkalmazás, nagyon egyszerű, egy ilyen tengerparti hangot hallasz, és a széljárásnak megfelelően az agyadnak mutatja az aktivitását. Tehát tudod azt, hogy ha nagyon nagy szél fúj, akkor az most nyugodtabban kell lenni, kicsit le kell engedni. Az ember megtanul 3-5 perc alatt, naponta ennyit szánok rá én is,
hogy amikor szeretnék pihenni 5 percig, akkor tényleg tudja, mint a meditálnék ki olyan. De jó, mondjuk erre nekünk itt van 1,5 millió hallgató, ők meg 10 percig hallgatják az adást, és megmondják, hogy aktív-e az agyunk, vagy sem. Ezt, hát az ember egyből felmerül, amit elkezdi használni, hogy az az első gondolata, hogy most nyugodtnak kellene lennem, tehát akkor nyugodjak már le, és akkor elkezd a monszunszeljárás járni, mert annyira aktíva válik az agyunk emiatt, hogy tényleg megtanulunk, hogy most nem gondolkodunk ilyeneken, hanem most 5 percig magam vagyok, és nyugodtan vagyok. Én alföldi gyerek vagyok, engem idegesít a tengerhang. Tehát én még a szaunában is kikapcsoltatom ezt a nyugtató zenét mindig, egyszer felcsesztővel, tehát egyet-egyben. A skifiket szereted egyébként? Tehát, hogy szoktad őket nézegetni? Skifi mániás vagyok, szerintem a 20-as évektől kezdve, ami skifi film volt, azt én nagyjából láttam. Az igaz, vagy lehet látni egyébként, főleg, hogy így visszatekint az ember mondjuk ilyen klasszikus skifikre, hogy a rendezők, forgatókönyvírók figyelik a jövőkutatóknak a munkáját. Itt van például egy klasszikus példa erre, ott van a Különvélemény című film, amiben ugye ez a retinaszkenneres dolog először ugye a filmvászonra felkerült, és akkor nyilván a tudósok már korábban tudtak róla, de ugye a közvélemény számára akkor volt ez a dolog így először így napirenden, és mostanra gyakorlatilag 2014-re ez a dolog, ez a valóságá. Én már elképzeltem, sőt, hogy vénaszkenner is van. Ja, igen. Én már elképzeltem, hogy okos villák érkeznek a világra, és lerohanják Jász Karjanőt. Tehát semmi kizöld emberek. Ez a skifiben odáig fajult, hogy nem csak ők figyelik a jövőkutatókat, hanem fordítva is, tehát most már a szakmabeliek figyelik a filmeket. Annyira elborult elgondolások vannak néha, amiket elkezdenek tesztelgetni, próbálgatni a valóságban. És azt látjuk, hogy az elmúlt 15-20 évben a skifi filmeknek a elborult forgatókönyvírói nagyjából azért megjósolták a következő 5-10 évet. Hogy mi minden lesz. Pont a Különvéleményben volt az a kesztyű, amivel Tom Cruise tudott így az a levegőben adatokat mozgatni. Az idén készül el. A filmek inspirálják ugye a technikát. Mission Impossible első sorozataiban emlékeztek rá, a diszk 5 másodpercen belül megsemmisíti önmagát. Nem volt hordozható DVD, nem volt folyadékkristályos hordozható kijelző. Oda montírozták gyönyörűen egy kék vagy egy zöld háttérre a kis képet. És ma meg már tabletünk van. És ennyi. Söpörgetjük rajta az infót. Ott volt például Söpörni tudok? Honfoglalás című film. Megjósolta előre például a drótkerítést. Ott volt a csodaszarvas mögött, hogy emlékeztek. Igen, meg tudtuk, hogy Franco Nero lesz Árpád. Az 5. elemben emlékszünk, hogy berakták egy ilyen kis dobozt, egy kis pici csomagot a mikróba, és kivette egyből a kész grill csirkét, tehát 3D-ben printeltek ételt, ezt idén a német cég megcsinálta. Nem akarok olyat enni. Opa. Nem akarok. Ételből hozzák össze, a nagyon sok ilyen idősek otthonában az étkezés a legfontosabb ilyen szociális esemény. Aha. És sokaknak van nyelési problémája, és nekik ilyen purifikált ételt kell enni, ami lényegében egy gél. És nagyon rosszul esik nekik, hogy a többiek eszik a gurmé szintű ételeket, ők pedig ezt a purifikált gélt igazából. Ez még nem Magyarország, biztos a gurmé szintű ételeket. Kilátta a Csehszlovák Látogatók című skifit annak idején sorozat, volt, ahol nasperzselé volt, egy ilyen pesgőtablettát bedobott egy tányérba, elkezdett forogni, emlékszel? Az. Kolbászok röpködtek, és összeállt egy ilyen gyümölcskocsonyával. Na jó, de akkor menjünk vissza egy picit erre. Tehát Marika néni megeheti a grill csirkét, Sanyi bácsi, aki nem tud nyelni, ő kap egy kapszulát, ami grill csirke ízű. Hanem kap egy olyan ételt, ami szinte gurmé ételnek néz ki, viszont a purifikált gél volt 3D-ben kinyomtatva, és úgy néz ki, mint egy grill csirke, egyébként olvad a szájban. Meg fogjuk még élni szerintem felé, hogy a Korhelynek lesz majd külön purifikált étlapja. Vagy hogy nem ezt hallod a konyhából, hogy a Matrix nyomtató éppen csinálja a rántott csirkét, tudod? Az a gond ezzel a megélésen, nekem mindig mondják kollégáim, hogy hát ők ezt már nem élik meg, és amikor elmondom, hogy hát pedig, amikor lesz végre szernyomtatás, akkor pont, hogy ki fog tolódni az életkorra, időskorban, és hát pont, hogy már egyre többet fogjuk megélni ezeket. De ez milyen durva, nem, hogy nővérke nyomtasson már 3 májat. És akkor és ez nem is hülyeség. Az a baj, hogy viccesen hangzik, de májszövetet már nyomtat, aki 3D-ben. Tehát élő olyan májszövetet, ami működött, és tudta a vért szűrni. De bejutatni még nem sikerült. Még nem szervként, de a szövet, tehát vese, még odakint inkubátorban jól működik. Azért most viccelünk vele, de gondoljunk már bele, gyerekek. Tehát, hogy most ma ezrek, tízezrek várnak a világban vesére, májra, tüdőre, szívre, és ez meg fog szűnni. Mert azt mondják, hogy mi a vércsoport, mekkora kell, milyen funkcióval, az úgy... Szkenelje be a mellkasát. Van olyan jövőkutató, aki már most Amerikában azt vallja, hogy szerinte meghalni etikátlan. És rendkívül húzóság is, igen. Egyébként tök tapintatlan dolog a hozzátartozókkal szemben. Ez mondjuk jó mondat tényleg. Van egy nagyon jó kérdésünk egy nőtől, Annától. Prostata vizsgálat van-e már így ilyen valamivel? Mert most menne tanfolyam, de otthon igénylik. De téged honnan érdekel, Szivi? Otthon? Prostata masszázs, otthon? Ne. Aha. Péter, megoldjuk okosba. Okos prostata vizsgálat. Én megértem egyébként. A vérnyomás mérésnél, vagy az EKG-nál úrod be, hogyha ugyanilyen kütyüt meg kell fogni, az úgy megméri, hogy akkor olyan van-e. Hát a gondold ráülök. Hogy... Figyelj, az nálam bármikor elérsz ezzel egy széles mosolyt, Anna.
Magyar? Jó, mélyre nincsen. Nincsen még. Nem is igazán van így a helyetési folyamatban. De vérből ugye tudják. Vérből tudnak, igen. Tudnak. Jó. Van még egy nagyon fontos rész, ezt is egyébként Annának köszönhetjük, de ez tőle meglepő módon egyébként komoly. Ez az optogenetika, amiről szeretnék még három mondatot kérdezni majd tőled. Ez ugye gyakorlatilag úgy kezdődött el, hogy kutatók hamis emléket ültettek egy egér agyába. Tehát olyan emléket kapott az egér, ami nem volt meg neki. És hogy ez a gyógyításban is egy csomó olyan dolgot előrevetít, amivel lehet majd hát megelőzni, lehet kezelni egy csomó dolgot. Morning Show. Egy percen múlt el 3:49, a Bajai Dunahídon a déli konzolját hídmosás miatt lezárták, emiatt az északi oldalon váltakozva engedik a forgalmat, pár perces torlódás előfordulhat. De várjál, ez azt jelenti, hogy egy hídnak csak az északi oldalát lehet használni? Tehát, hogy fölmennek, konstatálják, hogy a déli most nem működik, és akkor visszamennek? Igen, de ez a Duna hídon van, és akkor ott az egyik sáv az északi sáv, a másik a déli. Tehát egy sávon megy, azt akarta írni, szerintem emeletes Jancsika, ha én jól értelmeztem ezt a kérdést. Jöhetnek még a közlekedési információk, lehet jelentkezni hármas ugrásra is, hamarosan azzal jövünk, de itt van még velünk dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Egyrészt beszéltünk már a könyvről, de azt mondtad, hogy ez tényleg nagyon különleges ez a példány. Konkrétan este kaptam meg az Amazontól, ez még rá van írva leghátulján, hogy ez egy proof, tehát nem teljes. Kit hívsz Amazonnak? Nem, nem forgalommal lévő példány, tehát nem mondjátok el, légy szíves, senkinek ja, átadtam, de ez az első könyv, szeretném átadni nektek ezt itt hagyni. Nézd, köszönjük szépen. Át is veszem, köszönjük, bele is van írva, hogy ez a miénk, kérem szépen. Hát köszönjük nagyon. És ez magyarul. Nagyon jó. Az már a magyar hát egyelőre még nem. A Titus tud angolul, nem? Persze, majd de őt meg nem érdekli, hogy ott semmi, ami tudomány, ez idegen hagyja. Az előbb belekezdtünk egy témába, ugye úgy kezdődött a dolog, hogy képesek voltak hamis emléket ültetni egy egér agyába, tehát olyan dolgot képzelt az egér, ami nem történt meg vele. Az orvosok ezt arra szeretnék használni, hogy a gyógyszer beszedésének az emlékét, ha beleülteted valakibe, akkor az ugyanúgy fog működni, mint azok a gyógyszerek, amelyek be ugye nincs maga hatóanyag, csak azt mondod, hogy beszeded, és te attól jobban lesz. Te jó kérdés. Internetről? Azért nem mertem a placebo szót használni, mert nem tudtam, hogy ismered, tudod. Jaj, micsoda mentés, mi? Igen. Azt hittet, hogy egy zenekar, tudom. Nem hagyjátok, hogy ne futurisztikus példával zárjuk a beszélgetést. Ez talán most a legfuturisztikusabb, legscience fiction-ebb példa, de valóban volt olyan állatkísérlet, hogy az egerek agysejtjeibe tudtak egy olyan fehérjét bejuttatni, ami egy olyan génben jutatni, ami olyan fehérjét termelt, amit aztán fénnyel lehetett aktiválni. Tehát konkrétan volt egy optikai kábel az egér agyába húzalozva, és a fénnyel lehetett adott agysejteket aktiválni. Ezzel azt vizionálták már akkor a kutatók, persze ez még távol áll az emberi felhasználástól, hogy lehetne egy pont, amikor olyan géneket lehetne bejutatni az agysejtekbe, amik olyan fehérjét termelnek, amit lehetne fénnyel aktiválni. Tehát Alzheimer-korban, Parkinson-korban, hát ha 10-15 éven belül lehetne valamilyen felhasználás. És én vizionáltam azt, hogy ezek alapján, hogyha a placebo hatást megértjük, hiszen sok esetben a gyógyszert, egy új gyógyszert tesztelnek egy semmilyen, tehát placebo szerrel szemben, és általában nem nulla arányban veri el a placebo-t, hanem a placebo is használ. Tehát mondjuk hércegor szintet csak elképesztő. De érted milyen a világ, hogy küzdünk a Parkinson kor ellen, de a villánk meg rezeg? Hát... Ez egy szintén jogos felvetés, igen, úgy érzem. Igen. De ez a placebos dolog nagyon érdekes, mert például ezt a dolgot már nem csak a gyógyászatban lehetne használni, hanem például az élsportban is. Ugye nagyon sok olyan élsportoló van, aki úgy megy egy világversenyre, hogy azért nyilván van egy kis stressz benne, és adott esetben azért nem tudja kihozni magából a maximumot, mert hogy annyira rástresszel erre a versenyre, vagy pedig meglátja azt a riválist, aki többször legyőzte már, és akkor picit kis gondolatot elültetnek az ő agysejtjében. Aztán oda megy, feláll szépen a rajtkőre, és utána pedig úszik egy világcsúcsot, hogy megveri a világot. Nem? Ez nem a kapriós film? Bármire is gondolsz, igen. Ugye? Nem akarok ijeszgetni senkit, de 16-ban Zürichben lesz az első kiborg olimpia, kibatlon, ahol beszéltem a szervezőkkel. Ez a kibatlon magyarul elég jól hangzik. Igen, szörnyű. Kibatlon! Ha nem kibatlon jött össze, akkor kibatlon. A szervezők nagyon csúnyán kibatlan. Benne vannak a könyvben, és elmondták, hogy ott már egészséges ember nem kap szervezési és versenyzési jogot, mert nincs esélye a kiborgokkal szemben. És 20-ban jön ki. De már jobbak is? Hát van olyan exoskeleton. Nem láttad a Terminátort? Rajta a NASA-nál volt olyan exoskeleton. Vékony külső váz, amivel az erőm az több másságát tudtam emelgetni. Szuper érzés volt, de hát nem igazán emberi érzés. Aha. Viszont láttam olyat saját szememmel, amikor egy deréktől lefelé bénult hölgy, amerikai hölgy, felvette eladás közben az exoskeletonját, a gépet a hátizsákjában bekapcsolta, felket és járt.
mert ez már nem science fiction, meg film, van 3000 ilyen beteg már jár Amerikában ez az eszközzel. Így van, és használják például koreai cégek használják már gyakorlatilag olyan fizikai munka végzésére ezt, 30-40 kilókat tudnak vele hajógyárban, a hajógyárban, így van. És pontosan. 2020-ban jön az első Japánban, persze az első robot olimpia, ami már nem vagy ember, de már kibor sem szerepelhet. Betegek. Olyan, senki nem indul. Nem kell, csak ülünk és nézzük. Van lesz patogatott kukoricánk, meg sörünk, és nézzük a semmit. Vagy ezt az kézzel egy kiborg olimpiád így Borsodba, tehát így vasbú vagy? De nézzük a jó oldalát. Nem ott, lenne befutó. Nem, most nincs orvos, nincs ellátás. Ott most már lesz legalább az orvos szeme, ott lesz. Lehet majd mérni bármit. A laikus megméri laikus szemmel az EKG-ját, a forendoszkóppal lehet hallgatóztatni a mellkasát, és ezt az adatokat, ezt az adatot gyorsan átküldjük, akár kontinensen túlra. Tehát ott, ahol eddig nem volt ellátás, most végre ott lesz. Ott, ahol eddig nem volt pénz orvosi eszközre, ott végre kinyomtatják 3D sprinterrel. Van Indiában ilyen projekt. Hát jövőre már az avatáron fog futni az Ultra Balatonon. Én nem kilódok, mert nézem a tévét otthon. Volt még kérdés? Csak mennyi lett volna, mégis hozzátettem volna azt, hogy például nagyon szegény afrikai ország, úgynevezett fejlődő országban egy csomó helyen használják már azt, hogy gyakorlatilag ugye nem visznek ki magukkal technikát az orvosok, hanem ott van náluk a, mondjuk az okostelefonjuk, és az okostelefonjukon keresztül adott esetben konferenciákat tudnak összehozni, és mondjuk szakorvosokkal a világ különböző pontjáról tudnak beszélgetni, illetve tanácsot kérni tőle, hogy bizonyos esetekben mit tegyenek, mit használják. Tehát, hogy ezerféle ilyen dolog. Ilyen helyeken általában nekem azt mondják, hogy na jó, de hát ott van egy ilyen orvosi robot, tényleg ilyen ember nagyságú, HD minőségű kép, hang, beszélgetnek vele, az orvos mindent lát, amit ott a kontinensen túlról lát, de ilyenkor azt mondják, hogy na de hát, amíg a kézfogás elmarad. És ide jön ki az első olyan kesztyű, amivel, amit az egyik kontinensen lévő ember a kesztyűvel csinál, azt a másik kontinensen hát ha nekem mondjuk visszavarják a leszakadt jobb lábamat, engem nem zavar a kézfogás elmaradása. Tehát, hogy a magyar robotházi orvosnak már mellény zsebe is van. Hova? Nekem mondta ezt egy brit fiatal ember, beszélgettem vele Angliában, és elvesztette egy gyári baleset során a jobb készfejét, és kapott egy tényleg az ipar legjobb készfejét, ilyen elektronikus készfejét kapta meg, iTouch-nak hívják, és mondta nekem, hogy egyébként minden tud, amit a saját kezével tudott csinálni, plusz körbe-körbe forgatta a csuklóját ugye a saját tengelyek körül. Yes. Már igazából nincs az egészen új alternatívát nyújt az előjáték terén. A hallgatók nagy többségének a mai abszolút favoritod az az óra, meg az alvás mérő készülék, és ezt nagyon sokan kérdezik. Mi itt beszélgetünk erről a hírek alatt, és te azt mondtad, hogy nem is fogsz ilyet vállalni soha életedben, hogy valamit így nagyon népszerűsíts, mert onnantól kezdve a te hivatásod válik megkérdőjelezhetővé. Úgyhogy ezt a Laci már ellopta tőled az órádat is, és ahogy hívják ott is, úgyhogy a Facebookra valószínűleg mi ezt föltesszük, de azt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem csak ez az egy áldásos szerkezet van, szét kell nézni az interneten. Igen, lehet... Most a több száz van az Amazonon külön ilyen piac nyílt, csak az ilyen viselőkutyuk számára. Jó, tehát akit érdekel az a dolog, mi sem mondjuk be adásban, nem csinálunk ennek reklámot, illetve reklámot megcsináltuk, de magának annak az egy terméknek nem, tehát akit érdekel ez a dolog, szeretné mérni az alvását optimális fázisban ébredni, akkor az meg tudja nézni a mi Facebookunkon ezt a dolgot, és akkor meg lehet nézni. Ne piszkáld, nagyon drága, úgy Dombi, légy szíves. Nem hallottam, hogy most vannak viselhető dolgok, ezek szerint van egy oldal a használhatatlanoknak is? Köszönjük szépen az értékes hozzászólást itt a legvégén is. Dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, megint örömmel láttunk és várunk majd legközelebb. Köszönjük szépen. Szerintem egy fél év és megint lesz miről beszélni. Morning Show. Klassz FM. Ma reggeli vendégműsorvezetünk 10 óráig megkegyelmeztünk neki. Kovács Áron! Hello! Várjál, csak nálad van most pont a taps. Aha, nem kell, nem kell, nem kell. Ennyit nem ért. Tényleg nincs ilyen elhaló ez a, tudod, a nyugdíjas taps alvós. Ennyi. Ez nagyon rövidet, nem megérdem. Megérdemlett például a zenére is írták, hogy hiába tud ez a Káosz Központ, ha akar. Bizony. Így van. Az előbbi muzsikára. Van még a zenekarod, vagy feloszlott? Hogy ne lenne, ne viccelj. Hát ez lassan indulunk oszlásnak. Ennyi elbetűs étel és ital mellett az embernek. Nem oszlik könnyen. Na. Keresem a közlekedési információkat, de nagyon nagy a csend az országban. 10. kerület Kőbányai út a Könyves Kálmán felé beállt, már az egészségháztól áll a sor. Ezt Hajnitól kaptuk, és egyébként meg csend és nyugalom, úgyhogy ha valaki lát fontos információt, vagy lát fontos történést, akkor az legyen olyan kedves, és írja meg nekünk. De valaki írja egyébként a dallal kapcsolatban, hogy most elhangzott, hogy fúj, mi ez az ar. Na most ez az ar, ez egy Chris Daughtry nevű fiatalembernek a bandája. A elég számban jó. Volt egy gitáros, és azt úgy hívják, hogy Slash, ő is egy viszonylag ismert gitáros. A Chris Daughtryról pedig annyit kell tudni, hogy egy American Idol-os fiú volt, akinek azt sikerült elérnie, amit eddig, illetve addig senkinek soha, hogy 5 millió példányszámban fogyott el
a debütáló albuma. Soha senki ezt még nem csinálta meg előtte. Első album, ekkora példányszáma még nem fogyott el. Ezzel akarod letolni a tetszést mások torkán. Figyelj, igen. Tehát tényleg erőszakos egy állat, vagy ők vettek 3 milliót, tehát a család maga vett 3 millió albumot, és így lett meg. De nem, hát nem tetsz egy most jöhetnek azok az SMS-ek, amik arról szólnak, hogy több millió légy, ugye nem tévedhet, meg stb. És a hasonló közhelyek, ez egy nagyon jó kis muzsika volt, nagyon jó zenészekkel, és nagyon jó hanggal. Ez így van. De hát tudod, hogy Palvin Barbie se tetszett mindenkinek. Itt vagyok például én. De nem, tudod, nem ez, vagy. Nem jön be. Ne, egyáltalán. De most ez nem őt akartam ezzel. Egy nagyon szép lány, de nem. Igen, nagyon kedves lány. De én inkább örökbe fogadnám. Nekem nincsen hatással ugye, a lődomra. Ugye? Na mindegy, ne róla beszélgessünk, csak az, hogy tehát vannak olyan dolgok, hogy hiába soroltál fel rengeteg érvet mellette, valakinek nem tetszik. Hát nyilván mindenki mellett. Feri mellett is annyi évet föl tudnék sorolni. És mégsem teszed meg soha. De hogy miért soha? Legközelebbre összeírom. Szerintem például jó énekes az Áron, és ebben is vitatkozhatunk. Jani ma reggel már mondta, hogy érkeznek hozzánk vendégeink, és hát a nyugállományú szót én kihúztam, nem tudom, hogy az alezeredes úr hallott-e, hogy ezt kikérem magamnak, de hát ez a hivatalos megnevezés, úgyhogy Koltai Arnold nyugállományos alezeredes, így kell rendesen mondani, és a 14.035-ös is itt van velünk. Az miért hívnak így valakit, hogy 14.030-as? Egyébként ő Várnai Gergely, aki szintén végigcsinálta az Elite Challenge-et. Szevasztok, jó reggelt! A Star Wars-ból. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Mi ez a 14.035? Ez a 14.035, ez igazából a jelöltnek a sorszáma, amivel indul az Elite Challenge programon. A 14-es ugye az évszámot jelöli, a 0.035 pedig a jelentkezés sorrendjét általában. Aha, tehát te vagy a 35-ös számú. Na most, ha a fiatal emberrel találkoznál, Áron, csak kérdezem, A informatikus, B olyan ember, aki végigcsinálja az Elite Challenge-et, amiből egyébként most 80%-a kiesett a jelentkezőknek. Így van. Hát figyelj, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert én rengeteg olyan embert láttam már, akit mondjuk egy közérben sorbálás alkalmával, ha mondjuk nekem jön, akkor simán befenyítem valamivel, mert azt gondolom, hogy és életem utolsó cselekedete lett volna, mert hogy egyébként ketrec harcos és nem tudom mi, tehát ezzel nagyon óvatosan kell az előítéletekkel bánni, tehát nagy tisztelettel mondanám azt, hogy informatikusnak. Igen, nézzük át ugye az Elite Challenge történetét, mert én belevágtam így a közepébe, hogy a fiatal ember ott volt és teljesítette. Hányan? Hárman voltak most? Akik? Most igen, három. A 15-ből. Jézusom, hogy miről szól ez a megmérettetés? Igen, hát az Elite Challenge igazából 2012-ben kezdődött egy tavaszi napon. Igazából abból az ötletből indult ki, hogy pályafutásom során számtalan olyan fiatallal és olyan emberrel találkoztam, akit nagyon érdekelt egyrészt a katonai pálya, másrészt pedig ezen belül a különleges erők, rangerök, különleges erők, stb. Ugye Magyarországon a honvédség kerekein belül 2004-ben elindult a ramlövészképzés, amely igen nagy presztízsnek örvend. Ezt megfejtettem, futsz és lősz ma. Igen, van, ugye mondtam, hogy ennyi. Tulajdonképpen ennyi. Ferének már fejben ez mégis volt. Többször is. És ugye ez is még jobban felkeltette a fiatalok érdeklődését a katonai pálya iránt, és nagyon sok megkeresést kaptam személyesen is, amely ez irányban érdeklődött. És miután nyugállományba vonultam, én úgy gondoltam, hogy talán itt egy alkalom arra, hogy most már saját kútfőből, saját energiából. Igen, és megvérültél, megöregettél, megrokkantál. Nem, hál' Istennek nem rokkantam meg. De lehetővé szerettem volna tenni másoknak, olyan civileknek, olyan más szolgálattevőknek, akik nem a honvédség kereteibe tartoznak, vagy ha igen, és tök mindegy, nem tudnak eljönni erre a képzésre, hogy megismerkedhessenek azzal a teljesítmény orientációval, ami jellemzi ezeket az erőket, ezeket az embereket, és hogy egyáltalán ízlelés szintjén kapjanak egy belátást. Tehát ide bárki elmehet, aki jelentkezik. Bárki, nálad, 18 pluszos, igen. 18 pluszos, én alkalmas vagyok rá, tehát Áron, te nem menjél, de hogy meg én se, mi szerintem nem bírjuk az ilyesmit, de hogy azt mondod, hogy én szeretném magam kipróbálni, ez egy 5 napos megmérettetés. Így van, 5 nap, 120 órát kell lábon maradniuk a jelentkezőknek, mindenféle olyan körülmények között, amelyek nem mindennaposak. Kötöttél bármiféle kompromisszumot mondjuk a rohamlövészképzéshez képest? Öltél már embert? Nem. Láttál már falopót? Nem. Mind a kettőre nem a válasz? Így van. Tehát nem feltétlenül adatik meg mindenkinek, hogy akár közel, akár távolról, de egy másik ember életét kioltsa, még hogyha erre is készül egész életében, amely nem feltétlenül szomorú szerintem. Igen, jó, és akkor nem baj. Az első fontosabb kérdés, hogy a rohamlövészhez
képzéshez képest az Elite Challenge az gyengébb, lájtosabb? Nem, nem, sőt, hogyha az instruktorokat megkérdezzük, akik részben rohamlövész végzettek, részben akár a különleges erőknél, akár Ranger iskolában végeztek, szemtanúk szerint is az a benyomás, hogy nem, sőt, vannak olyan elemei, ami igen, igen kemény. Mi a legnehezebb dolog benne? Most a gyakorlatokat mondom, tehát nyilván ugye mindig el szoktuk mondani, hogy ezek fejben dőlnek el. Nyilván kell hozzá egy alapállapot, ami alapja meg tud csinálni, de nagyon akarni kell. Most én azt kérdezem, hogy ami a gyakorlatok között van, mi az, amire azt mondod te is, hogy na tesó, ha ez megvan, akkor profi vagy. Telefonálni onnan sosincs térerő, én utálok az Arnolddal beszélget. Igen, nem sokat térerő. Nem tudom, minden napnak van egy olyan pontja, ami cérna szakadáshoz vezethet az egyénnél. Én úgy gondolom, hogy a nagy vízválasztó az a vizek napja, ahol most például 11 és fél órán keresztül voltak vízben és akadálypályán és sárban és rettentő körülmények között igazából. Tehát nem tudom, kinél hol szakad a cél. Hát itt az érintett, hát miért nem kérdezed meg, Feri? Hát rutinnal. Te is műsorvezető vagy, most nem vendég. Nem, én vendég vagyok. Feri, légy szíves, kérdezd meg. 14.035-ös. Szeretettel köszöntjük, mi volt az a pont az életében. Na, komolyra, vagy nem annyira komolyra véve a figurát, Gergely, tényleg nem úgy nézel ki, mint aki ebbe így őszinte szívvel belevág. De meg vagy vízesedve. De egyébként teljesen jó állapotú nap. Férfi ember, mi volt a legnehezebb pillanat? Hát valóban a vizek napja volt a legnehezebb, ezt azért tudom így mondani, mert én tavaly ott estem ki. Azt mondtam, hogy hát ez most elég volt, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem, sok tapasztalatot leszűrtem belőle, de én most hazamegyek, és az is ennyi. És a harmadik napon kongattam, és akkor még, ha jól emlékszem, két ember velem együtt, vagy néhány perccel később ugyancsak jött. Aha, bocsánat, ez a kongatás, ugye a különleges erőknél van egy ilyen szokás, gyakorlatilag egy tradíció, hogyha valaki úgy dönt, saját akaratból, hogy feladja, hogy nem csinálja tovább, akkor oda megy egy kis harankhoz, és akkor... Így van, pontosan, én is ezt mondtam, a instruktorok még megkérdezték kétszer-háromszor, hogy egészen biztos, nem akarok maradni, és mondtam, hogy nem akarok maradni. Igen, jó, akkor fordulj meg, mert a harang az ellenkező irányba van. Igen, rossz felé. Annyira fáradt. És mi vitt rá téged, hogy elindulj ezen? Tehát, hogy mondjuk szoktál YouTube-on, csukjában, gépfegyverrel, arab nyelven ezeket, kommenteket... Az egy másik játék szerintem. Tehát, hogy mi az, ami... De komolyan, tehát jó, hülyéskedek csak. Tehát, hogy mi az, ami téged egy ilyen militáris próbatétel felé elvitt? Hát, az idén azért mentem, mert nem sikerült a tavaly, és ez eléggé frusztrált, mert nem most szeretem... Most figyeld a vezércset, tavaly miért mentél? És hogy tavaly miért mentél? Jó vagy, Áron! Hát te mondtad, hogy lehet. Lehet, hát. Alapvetően kettő dolog motivált. Az egyik az, hogy én már abban a korosztályba születtem, amelyik lecsúszott a sorköteles katonai szolgálatról, ugyanakkor nagyon sokat hallottam róla, mert édesapámtól, a idősebb generációtól, tehát akik abban a időszakban születtek. Ezért választottál valamit, ami abszolút nem hasonlít arra. Ezt nem tudhatom, mert nem tudom összehasonlítani, de sokat hallottam róla, és kíváncsi vált, tehát hogy milyen, hogy én hogyan tudnék viselkedni egy ilyen helyzetben, hogy tudnám lereagálni. A másik pedig az, hogy ugye maga a program is annyit írt le magáról a weboldalon, hogy ez egy önismereti tréning, ahol a saját képességeinket tesszük próbára, megnézzük, hogy miben vagyunk jók, miben vagyunk rosszak, és hát ugye minden ember úgy gondolja, hogy teljesen tisztában van azzal, hogy ő miben jó és miben rossz, amit persze nem igaz. Én is úgy gondolom magamról, hogy én tisztában vagyok a saját képességeimmel, gyengeségeimmel, jó tulajdonságaimmal, de ez nem egy objektív mérce. Tehát el kell menni, ki kell próbálni, és az ad egy eredményt. És hát nekem akkor az volt az eredmény, hogy... Meg azért, hogyha felmész az Elite Challenge-ek az oldalára, illetve a Facebook oldalra, ott azért lehet olyan gondolatokat olvasni, amiken tényleg egy picit így elmélázik az ember. Például amikor az Arnold azt mondja, hogy ha egy ember eljut saját maga szerint a teljesítő képességének a határára, akkor körülbelül az egyharmadánál van annak, amit valójában tud, azért ezen elkezdesz gondolkodni, és hogy az Elite Challenge képes arra, hogy téged átbillentsen azon a határon, vagy hogy túl tudjál jutni azon a falon, ami a következő két harmadhoz vezet, akkor azért ez egy hatalmas tapasztalat. Mert sokan vannak egyébként, sajnos az a baj, hogy akik azt látják ebbe az egészben, hogy ott van ez a AKM imitáció a nyakukban, meg egyenruhában vannak, akkor hogy ez ilyen katonáskodásos bohockodás. De hogyha melegítőben lennének ezeket a dolgokat, ugyanúgy végig kellene nekik csinálniuk, és ugyanolyan értéke lenne. Hát ez borzasztó kemény, ezt mindenki tisztában van, aki csak egy összeállítást lát ebből, ott vannak összevágott videók általában ezekről a dolgokról, hát ez botrány. Sebet vartál be magadon, mint Rambó? Égettél ki késsel, sérülés? Nem volt rá szükség. Semmi kígyót nyersen nem kellett tenni? Nem, mert nem volt. Az a másik kétharmad, mi? Az a másik... De az ízlókéses dolgon elgondolkodtál néhány instruktor esetében, nem a harmadik nap után?
Az első. Azt a patológusunk csinálta volna, hogy odáig jutunk. Gyűlölöd olyankor egyébként a kiképzőket? Ezt gondolom, hogy ugyanúgy működik. Most téged kérdezek, Arnold, hogy odaállsz mellé, és üvöltesz vele, hogy de igen, meg tudod csinálni, gyerünk tovább, vagy nem, nem annyira nem kemény, mint a filmekben, tehát, amit én ismerek? Nem. Tehát ezt igazából úgy kell kezelni, hogy vannak olyan pillanatok, és vannak olyan momentumok, amikor igenis a pszichés stressz emelése érdekében természetesen mi is kiabálunk, olyan módszereket, olyan kiképzés módszertani fogásokat alkalmazunk, hogy ő tényleg úgy érezze, hogy aztán itt sehol, azt se tudja, merre van éjszak. Tehát aha, tényleg, tehát ez a zavarás, ez a terhelésnek a része. Amikor pedig olyan dolog van, és olyan a feladat, akkor pedig magyarázunk, oktatunk, teljesen normálisan emberszámba veszük őket. Tehát itt abszolút nem szabad azt elképzelni, hogy itt mindenki csak leülti a haját a másiktól, mert ez nem igaz. Tehát nem erről szól maga a program, hanem ahogy a Jani is mondta, hogy tényleg megpróbáljuk elősegíteni azt a pontot, amikor ő átlépheti a határait. Volt például, hogy most az indulók között én csak hősömnek neveztem a jelöltet. Nem igazából erre volt kihegyezve ő, tehát se fizikailag, se úgy képességileg, de nem is tudom, talán az akadálypályán, jól láttam, hogy 6-7 alkalommal lépte át a saját határét, úgy, hogy ő tehát saját szavaival, tehát nem volt az a legbátrabb típus. És megcsinálta az összes akadályelemet úgy, hogy rettenetesen félt. De kis rábeszéléssel, kis segítségnyújtással ide fogjon, oda fogjon, most hova tegye a súlypontját. Tehát ez is a feladatunk, hogy oktassuk őt. Ő végig ment egyébként nem, az öt nem napon? Nem, ő feladta, kiesett, de Isten nyugosztalja. De látni kellett volna azt a könnyes szemet, amikor elbúcsúzott. Tehát fantasztikus érzés látni, hogy embereknek mennyit tud adni, és mennyit tud nyújtani. Még akkor is, hogyha nem végig csinálja, minden egyes perce és minden egyes órával, amit ott tölt velünk, ő sokkal több lett. Tehát ezt ő is érezte. Bár lenne itt alkalom arra, hogy elmondhassa, hogy milyen volt ez neki, de abszolút pozitívan. De jelenleg infúzión van. Igen, próbálják rendbe. Készült rá elmondása szerint, igen, de készülni egy dolog. Persze, figyelj csak, és a szintet hogy húztátok meg? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye nem sokan mennek át ezen, és hogy szoktam nézni teljesen más terület, de mondjuk valamilyen módon ide vág, hogy vannak ezek a távol-keleti tévéműsorok, ahol valami lehetetlen feladatokat kell megcsinálni, és mindig éppen, hogy csak tényleg az egy-két ember tudja, valahogy jól van a szint kitalálva, hogy mondjuk 98 elbukik, de kettő megcsinálja. Hogy ezt honnan lehet tudni, vagy honnan volt erre tapasztalat, hogy mi az, amit tehát mondjuk van olyan év, amikor senki nem csinálja meg, akkor baj van, nem? Vagy ez hogy működik? Ez is egy opció, hogy senki nem tudja megcsinálni. Általában maga az egész program, ez úgy épül fel, hogy tradicionálisan, hagyományosan a Ranger iskola, illetve a különleges műveleti iskolának a bekerülési feltételét vettük alapul. Éppen azért, mert az ő promóciójukat is szándékunk ezzel folytatni. Tehát nem jelenne jó... Bekerülési? Reklám. Igen. Tehát aki ezt megcsinálja, csak az kerülhet ezért be. Ezért van a kiválasztó program. Az abból már lehet valami. Igen. Tudod, abból az emberből. Az már alapnak jó lesz. Tehát pontosan gondoljátok bele, hogy a különleges erőkben belefektetnétek-e erőt, energiát, pénzt, óriási pénzösszegeket, felszereléseket rábíznátok egy olyan emberre, aki saját magát képtelen egy bizonyos szituációban úgymond aktívan tartani, vagy tehát egyszerűen feladós típus. Tehát nem. Tehát ki kell válogatni azokat az egyéneket, akik egyrészt oktathatók, taníthatók, viszonylag rövid idő alatt sok információt képesek befogadni, tehát intelligenciával rendelkeznek. Fizikailag, mentálisan, igen, fizikálisan és mentálisan is képesek elvinni azt a terhet, elviselni azt a terhet, amelyek rájuk várnak majd később egy művelet során. Illetve egy harmadik, amit sajnos kevesebben keresnek, egy harmadik lába a dolognak, a kiválasztásnak, hogy képes-e olyan van olyan diplomáciai készsége vagy képessége, amely ugye amikor nem harcolok és nem oktatok, de tárgyalok, akkor azt is tudjam csillogtatni. Tehát ebből a hármasságból, ha harcol, akkor harcolnia kell, és tudjon harcolni, ha oktat, akkor oktatnia kell, mert tudja, mit oktat, tehát van tapasztalata már, és diplomata, hogyha kell. Tehát ez a warrior diplomat, ez az a kategória, amit mi keresünk majd, amiben szeretnénk eljutni, és ezekhez a megfelelő alapanyagot keressük. Pontosan ugyanez van itt. Tehát rossz reklám lenne a különleges erőknek, a honvédségnek és a rohamlövésznek és mindenkinek, hogyha én egy ilyen rózsaszín párduc képzést indítottam volna, mert nem erről szól. Tehát ugye van a honvédségen belül ugye a Bercsényi különleges műveleti zászlónak a Pitbull elnevezésű kiválasztó programja,
Most nem szerették ők se, hogyha ez rózsaszín párducnéret kapna. Persze, nyilván nem ugyanaz. Nem is lehet, aha. Tehát nekik is kötelességük kiválogatni azokat az embereket, akiket később majd ugye hadszintére küldenek kiképzés után. Tehát nem mindegy, hogy kiket engedünk ezekhez a felszerelésekhez, ebbe a csoportba. Tehát... Na, ez a kamu része a dolognak, hogy hol húzzák meg a szintet. A szint meghúzás az úgy történt, hogy aminek amilyen gyakorlatnál Arnoldnak mind a két kezét kellett használni, az a teljesíthetetlen a többiek számára. Amit ő egy kézzel lenyomott, az, érted, az jó lett. Na, visszatérünk egy kicsit a újonosült versenyzőkhöz, vagy újonosült versenyzőnkhöz, aki ugye teljesítette végre ezt a távot. Nagyon nagy királynak érzed most magad? De ezt tényleg őszintén kérdezem. Nem. De nem jó érzés, hogy azt mondod, hogy úristen, más. Iszonyat jó érzés, hogy vége van. Ez kétségtelen. De én nem érzem, hogy ettől én különleges lettem volna. Iszonyatosan elfáradtam a végére, miután megkaptuk a diplomát, és elmentünk enni. Én úgy beszélgettem valakivel, hogy ötször elaludtam közben. Úgy, és közben eltűnt. Tényleg így történt. Megy a kommunikáció, és így megcsuklom, leesik a fejem, majd felébredek, és megy tovább, mint hogyha ez teljesen természetes lenne, mert ez ott természetes. Négyszer mutatkoztál be, és kétszer kérdezte meg, hogy eltetek-e már. Diplomoztam, kétszer aludtam. Igen, és mit, hát... mit keres a zsíros kenyér az arcomon? Igen, érdemes a fotókat megnézni az Elite Challenge-nek a Facebook oldalán, ott folyamatosan dokumentálva voltak az események, hogy azt a drámai fejlődést, amin az arcok átmennek. Az első naptól kezdve, a felvaroktól, a számoknak a zubonyokra való felvarrásától kezdve az utolsó 50 kilométeres menetig. Hogy ott milyen változások vannak? Ja, az a levezető, hogy 50 kilométer gyalogos. Egy könnyed kis séta, 50 kilométer, 20 kiló zsák. Aha. Teljesen ideális, igen. Hát mi nagyon készen voltunk. Tehát én borzasztóan, főleg a kezdeti stádiumban, úgy emlékszem, este 11-kor indultunk, sötét van, egyedül vagy, mert ugye hárman indulunk, de hát, és egyszerre, de hát én lemaradtam már a legelején. Ez jó, őszintén. Én, akihez csak, mindenkinek panaszkodtam, akit csak találtam, hogy elegem van, hagyjanak békén, ott hagyom. Ez volt a diplomata része. Ez volt a diplomata része, kommunikáció. Igen. Ők is kommunikáltak felém, azt mondták, hogy nem érdekli őket, hogy csináljuk tovább. Én gondoltam, rendben van, keresek egy következő embert, majd azzal megbeszélem. Nem sikerült. És így egyszer csak vége lett az 50 kilométernek. Igen, és Kullancs Honvédnak hívnak azóta. Tehát, hogy miért szív vérét hívtak. Lehet, hogy ez volt a jó stratégia, ugye, az ő esetében. Igazából van, amikor nem kell meghallani, hogy valaki panaszkodik. Tehát mindenki keresi, amikor már eléri a teljesítő képessége határát, a kiutat. Tehát pszichésen, fejben keresi azt, hogy itt fáj, ott fáj, most elkezdi félti magát, hogy ja Istenem, most akkor bele fogok halni, vagy tartós sérülést fogok szenvedni. Ez mind pszichés, tehát egyértelmű. Mindenki ebből a nagyon diszkomfortos részből szeretné a kiutat megtalálni, de ehhez kell az orvosi váró. Ehhez kell a fegyelmezettség, igen, hogy ugyanaz. Ott van ez, orvosi váró. Magamivel, hát én itt a időmmel vagyok. Magamivel, hát ott igen, is csak ott van széktől, le lehet ülni, ez a különbség megvan. Figyelj csak, és kummantani nem szoktak. Tehát, de biztos. Ugye? Hát, de, és te kummantottál? Na, őszintén. Nem kummantottam, de pont a pszichés rész miatt nem tudom megmondani, hogy a vélt sérülés, vagy a sérülés veszély, az valós volt-e, vagy sem. Tehát én elég régóta sportolok, és tudom, hogy... Íltörés, hol? Hagyjál! Családzsípés, te szerencsét! Erre is lesz példa, volt példa, érdekesség például, amikor az akadálypályán, nem is tudom, hogy csinálta a srác, valahogy egy tövissel, tehát nem tudom, hogy csinálta, de egy szép, nagy, ilyen jó 8 centis valami átszúrta a kezét. Tehát beletenyerelt valamibe. Aha. Nem tudtuk, hogy hogyan csinálta, oda jön hozzá, mutatja egy hatalmas tágra nyílt szemekkel, hogy a kezem így remeg a keze. Jó, rendben, oda mentem, kihúztam belőle, visszatömködtem, ami volt ott benne, és indítottam tovább az akadálypályán. Nem lehetett akkor azzal foglalkozni, hogy ja Istenem, most mi lesz veled, csináld meg. Persze az ott volt a másik két orvos, rögtön ellátta a végén, semmi baja nem lett. Letöltenítve lett a történet, de hogyha akkor elkezdi az ember sajnálni, hogy jaj, úristen, akkor eleve őnála is pszichésen lefő a kávét, tehát azonnal. Azóta nem tud arcot mosni, mert átfolyik a víz. De a kummantást egyébként úgy gondolt, viszont ott tartja a tollat, tehát bármikor aláír. A kummantást úgy értettem, mondjuk ilyenekre, hogy vagytok felkészülve, hogy hát most, hogy mondjam finoman, betol előtte egy kis purit, és akkor hirtelen egy atomanti lesz belőle, és észre vesz, és átrepül. Eldug az erdőbe pár helyen egy kis izogét. Ezért van a rovancs, tehát amikor megérkeznek, akkor mindenkinek egy teljes tüzetes felszerelés ellenőrzése van. Bárki, aki olyan medicinát használ, aki az orvos előírt, amit tudom, ilyen allergia gyógyszert, azt az orvosnak jelentenie kell, be kell jelenteni előre. Tehát minden négyzetcentiméterük át van vizsgálva. Éppen azért, hogy ne olyan valami teljesítményszer. Belül nem, de az egyébként kijön. Ezt majd tudja igazolni a Gergely is, ami belül volt.
Tehát nem esély. Nagyon komolyan. Nagyon komolyan látnak vizsgálva a faszik. Tehát semmit olyasmit nem hozhattak magukkal, ami olyan teljesítményfokozó, ami esetlegesen netalántán hogy a szívükre hatással lehet, vagy a keringési rendszerükre. Pontosan, mert bele lehet ebbe halni. De ha annyira kiszáradnak, bolond... mondjuk, hogy a társukról lenyalják az izzadságot, rászóltok? Hát mondjuk, hogy ez hogy csúnyán néz ki. Szóval neki, hogy ott van az ivózsákja, tehát nyugodtan szívjon abból vizet, mert van benne. Egyébként visszatérve itt a követelményekre, tehát a Ranger iskola, a különleges műveleti iskoláknak a követelményei, tehát akik végigcsináltuk ezeket az iskolákat az Egyesült Államokban, tehát mi még emlékszünk arra, hogy mik voltak a követelmények. Az egy tananyag akkor. Semmi más nem kell követelni, csak amit már megcsináltunk. Aha. Tehát olyat nem követelünk, amit mi nem amit voltunk nem. képesek, aha. vagy nem vagyunk képesek megcsinálni. Ez volt a hatodik ugye ebből a sorozatból, és elérkeztetek oda, hogy nő került a csapatba. Igen. Először is volt, már legelsőn volt egy nem került be, tehát ő a futásnál már tért panaszra hivatkozva kiállt. De most a hatodikon jött egy hölgy, aki jelen pillanatban Londonból érkezett, tehát ő onnan jött vissza haza. Elmondása szerint neki nem volt soha alkalma, pedig szerződéses katona volt, nem volt soha alkalma arra, hogy ilyen dolgokat kipróbáljon, és ennek tette eleget most. És megcsinálta? Nem, sajnos, tehát nagyon jól bírta magát, erről talán a Gergely is tudna. Szóval azóta három gyerek anyja. Az ő párja volt sok feladat során. Rettenetesen kemény volt fejben a hölgy, komolyan mondom, le a kalappal, tehát nagyon nagy tiszteletnek őrült. Ugyanazok voltak a követelmények vele szembe is, mint a férfiakkal? Nincs semmiféle kivételezés. Tehát ahogy a lövedék a hadszintéren nem válogat, itt mi sem válogatunk. Demi Moore-nak is meg kellett csinálni a izébe, a G.I. Jane-be, vagy mi volt az. De várj, mert nem borotváltatottak le a haját. Azt önként csinálta a film. De látom hibát. Igen? Látom Biblia. Ó, de tudod. Na és milyen volt egy csajjal együtt dolgozni? Az volt a furcsa, hogy sokkal, tehát nem furcsa, mert igazából nem lett különbséget tenni, de ő keményebben dolgozott sokaknál, és miután kiesett a negyedik napon, az nyilván valaminek a következménye. Volt, amiben nem volt olyan jó, de én azt vettem észre, hogy a csapatba kellett dolgozni, az egyik legmegbízhatóbb ember volt. Én nagyon örültem, hogy ő volt mellettem, mert tudtam, hogy ő 110%-ot bele fog tenni ebbe az egészbe. Híradós. Nem? Tehát, megbízható. Kellett valami jobbra, cipelni, mit tudom, egy konténert, vagy a társat, mert éppen ő a sérült, és el kell rohanni vele egy 100 métert, akkor ő fölkapott és rohant 100 métert. Aha, tehát tulajdonképpen te neki köszönheted, hogy végigcsináltad. Mint Ursula doktor Bubot, így végigvitte. Ez egyébként azért marha érdekes egyébként kívülről nézve ezt a dolgot, mert hogyha valakiben van egy irtózatos bizonyítási kényszer, jelen esetben ő hölgy, és azért hölgyekkel szemben mindig valahogy nagyobbak az elvárások, mert ugye mindenki dédelgetni, meg sajnálna őket, és nyilván benne volt ilyen. Hogy nem lehet, hogy mondjuk túlvállalja magát, és akkor az, mit tudom, az első 2-3 napban úgy oda teszi magát indokolatlanul, hogy annyi energiát meg erőt elforgácsol, hogy egyébként végigcsinálta volna, de ha nem ő rohan el a konténerért, vagy hogy nem úgy fogja meg, nem akkor állod elsőnek, amikor kérik. Szerintem nem ez volt itt a lényeg, tehát azt az energiát, amit beletett, ez a normális szint, a 100%, tehát így kéne csinálnia mindenkinek. De lehet ezt súlyozni egyébként közben, hogy most nem teszem oda magam csak 80%-osan, mert az is elég. Nem, szerintem nem. Végig kellett minden 100%-ot. Visszatérve az egyik kérdésre, az Áronnak a kérdésére, hogy aki nem csal, az nem akarja eléggé. Tehát ez egy törvény. Tehát annak idején mi is próbáltunk pullozni, mi is csaltunk, ahol lehetett, ők is. Tehát még ha észre se veszi, próbál mindenki a lehetőségehez képest könnyíteni a terhén. Uh-huh. Mi azért vagyunk ott, hogy ez ne legyen igazából túl sűrű. Csalját csak ne vegyük észre. A hölgyre visszatérve, tehát ő annyira elkészült fizikálisan már. Tehát ő már a második napon már az úgynevezett jumping jetnél el se tudta emelni a kezeit rendesen, csak úgy lifegett a keze, mint a Ronny. Tehát, de nem ez volt a lényeg. Tehát nem az a lényeg, hogy szabályos fekvőtámaszt csinálj minden áron. Tehát ez nem szépségdíjas történet, hanem csináld. Tehát melyik az a pont, meddig vagy hajlandó elmenni a sikerért? Meddig van benned az a drive, az a hajtás, ami biztosítja azt, hogy te a végén sikeres leszel. Ez volt a kérdés. Ez egésznek ez a kérdés. Ez a hétköznapokban hasznosította szerinted az a tudás, amit itt elsajátítottak, vagy az a tapasztalat saját magukról? Én 100%-ig biztos vagyok benne, sőt 100% és még egy kicsi, de kérdezz meg a Gergelyt, mert igazából ő látja, hogy szerinte ez volt hasznosítható. De az elvégzés óta a civil élete még nem zajlott olyan mértékben. talán még nem, de már volt egy, amit nem sikerült neki, és abból is lehetett valamit. Igen, és én ezért tudom szerintem mondani, hogy igen számít, mert nekem amikor harangoztam egy évvel ezelőtt, és utána, hát nem összeomlottam, de mert nyilván azért erről nem került sor, de hát akkor egy kicsit megzuhantam, akkor ezt gyorsan helyre billentettem az egyetemen egy grilltálat,
És akkor utána elgondoltam. És akkor átgondoltam, hogy hát akkor mit is kéne másképp csinálni. Igen, de durva. És hogy rögtön a legkeményebb cuccoz nyúltál, ez tényleg nagyon sok. Igen, hát most is ez volt, hogy megbeszéltük, hogy szép nyugodtan kellene, mert szétcsaptuk a gyomrunkat és az emésztésünket, úgyhogy nyugodtan kellene majd a étkezést újraindítani. Most is grilltállal indítottam nyilván. A másik kollégám, a 26-os, ő azt hiszem egy rostonsült fatányéros, vagy mihez hasonló hagymával, ami könnyen emészthetőt. Igen, tehát figyelj, ez is ilyen. Grilltában jó vagy ennyi. Csinálni ezért és enni is. Nem lehet, hogy én ott állok, és aki felén fut, annak elharangozom, hogy mehet haza. Megbeszéljük. Csak saját magad. Jó, ha akar valaki jövőre jelentkezni, mert ugye várni kell most egy kis időt, akkor az honlapon keresztül teheti meg? Igen, az elitechallenge.hu honlapon van egy online jelentkezési formánk. Még nem írtuk ki a jelentkezési lehetőséget. Nekünk is egy kis idő, hogy egyrészt mi is kinyissuk a csipánkat, másrészt megváltoztassuk a honlapon az adatokat. De abban a pillanatban, hogy ez kiírásra kerül, akkor lehet jelentkezni online. Rendben. Koltai Arnold, alezredes úr, köszönjük szépen, és 14.035-ös, már csak így fog szólítani egy ország. De egy nevet mondj már a végére. Várnai Gergely. Köszi. Mondtam az elején is, csak nem figyelj. Nem. Okay. Morning Show. A Klassz FM. Beszállt emberünk valami váltót megigazítani. Átváltani, kicsit a tetvet. Ez előfordul. Ez előfordul velünk szegényeknek. Velünk is határút előtt mindenként meg szoktunk állni egyébként az 50-essel. Sötét középkor. Igen. Igen, te... Leszáll a villamos vezető, előre megy egy ilyen pajszerral, és akkor... Jézus. De hát sajnos ez van. És hát közben a lelkem azt mondta, hogy mint a Skynet öntudatára ébredt, és elszabadult. Hm. És egy kilométeren keresztül ez a villamos, ez úgy ment. Igen. Mi történik? Ilyenkor felnéz a masinista, és azt... Szevasz, kolléga! Ez az enyém! Lopják! Kasi, lopják a villamos! Elindul, elrohansz utána, szólsz egy utasnak, hogy szaladjon be és állítsa meg, vagy azt mondta, hogy most mit izgulsz? Majd megáll. Hát ilyet, hát most menj, ám, hadd menjen. És elmegy... Még elkapom, már most nincs értem, már megfogja az ütköző. Gondolod, de milyen hülye értés a saját villamosod után futni? Ugye? Uh-huh. Mert azért azt te megszokod, hogy utasok futnak a te villamosod után, de amikor te futsz a saját villamosod után, azért ez egy nagyon fura érzés. Közben futsz, és látod magad kívülről, hogy úristen, futok a saját villamosom után. Nekem kéne ott ülnöm elő. Adja, ezek a köcsögek soha nem állnak. Én vagyok a vezető, én már! Hogy állnék meg? Állítsa meg valaki! Hogy megy egy villamos egy kilométeren keresztül? Mitől állt meg? Jött egy emelkedő? Igen, és akkor meg megindult vissza fel. És olyan, mint egy ilyen rossz, vagy ilyen fekete-fehér burlesk film, tudod, odáig futott a villamos, és azért, most meg visszafelé. Volt utas hát, rajta, azt tudjuk? Csak aludt rajta valaki, mindig alszik rajta valaki. Egy villamoson mindig van valaki. Igen, tehát ilyenkor, amikor te villamos utasként ott ülsz, és látod, hogy nincs benne a sofőr, de indulsz, te bemehetsz, és megpróbáltad ott megnyomni mindenfélt, meghúzni a kalantyút, tekerni akart, megállítani a villamos. Látod a rohanó embert, és arra gondolsz, de ismerős, de ismerős. Hol láttam te csávot? De most tényleg gondolod, de ülsz az első sorban, és azt látod, hogy emberünk leszáll váltót igazítani, gondolod, hogy jó, hát nincs baj. Látod, hogy nem száll föl, mert még nem jött el előtted, hogy visszajön a fülkébe, de azt látod, hogy elkezd gurulni a villamos. Hm. Megy, gyorsul, gurul, ülsz ott, szétnézel, benézel. Hello, ajtó! Ajtó! Benézel a fülkébe, megnézed, hogy jól látod-e, hogy ez így hogy? Nem tette, nem sebességbe. Nem, nincs azon kézifék. Vagy nincs azon kéziféket. Miért kell le, tehát hogy az nem váltódik automatikusan az a váltó? Ez is elég nyomorult, hogy le kell szállni, váltani, hát azért ez nagyon... Nem feltétlen. Nem? Nincs ilyen? Nem, hát de van. Van, csak más fejlődő országban, de hogy nálunk nem mindenhol van. De nálunk ez rendszeres. Mi már megszoktuk. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi gond, megszoktuk. Olyan, hogy egy picit megállunk, első ajtó kinyit, aki le akar, az leszáll, és akkor előre megy a villamosvezető. Meghúzza. Igen, átvált valamit. Visszaszáll, igen, elindul. És akkor utána pedig, hogyha megyünk tovább. De ő ilyenkor mit vált, hogy ne szembe sávba menjen? Vagy mit vált ilyenkor? Igen, valami olyasmi lehet, hogy ugye két sávra lehet bejönni, vagy két simpára lehet bejönni a határútnál, és akkor nyilván ott a kettő közülről választ, hogy ne arra menjen, ami már egy picit túl zsúfolt, és akkor így gyakorlatilag ennyi. De nálunk nincsen lejtő. De például kulcsot neki nem kell. Nem kell attól félni, hogy ha van egyáltalán meg. Kulcs, érted, a villamos, az neki nem kell kivenni a villamosból. Tehát te úgy ott hagyhatod a villamost, hogy ezt bárki elviheti. A vénaszkennerrel indul. Ja, nem. Vénaszkenner. Egy ugyanolyan vénájú ember, mi? Igen, ez az érdekes benne, hogy ott nincs valami, amit lekapcsolsz. Igen, hát azért nem hagyhatod úgy ott a járó motorú villamos, nem hagyunk a helyszínen. Hát csak így szól a jogszabály, nem? Igen.
Na mindegy, csak elgondolkoztam rajta, hogy azért ez mennyire szürreális lehet, amikor futsz a saját villamosod után, te mint vezető. Ugye a villamos így megébred, álmában csönget egy kicsit és elindul. És öntudatára ébred, igen. Na, levideóztam nektek egy nagyon érdekes dolgot, és eszembe jutott erről egy téma, amivel szerintem már mindenki találkozott, és mindenkinek volt már hasonló élménye, hogy milyen az, amikor egy olyan ember mellé ülsz be, vagy egy olyan embertől kérsz valamit, vagy mész el hozzá, akiről azt gondolod, hogy ért hozzá, hiszen ez a szakmája, aztán rájössz, hogy tulajdonképpen ő kér tőled segítséget, legyen szó orvosról, hentesről, pékről, buszvezetőről, vagy taxisofőről. És a téma ötletet az adta, hogy sikerült videóra vennünk egy animátort, aki vízi aeróbikot tartott. Már szeretem. Ők azok a szenzációs, akik szórakoztatják a szállodának a közönséget, meg ilyen programokat hát szerveznek, ilyen helyi programokat. Igen. Ezt a videót feltesszük a Facebookra, ugye ezt most csak így próbálom elmondani, hogy mi történik, de ha megnézitek, akkor látni fogjátok, hogy milyen az, amikor elvileg egy vízi aeróbik oktató, aki nyilván nem vízi aeróbik oktató, nem ért a szakmájához, de megpróbál úgy csinálni, mintha ő vízi aeróbik oktató lenne. És egy 20 másodpercet sikerült belőle rögzíteni. Kommentálják. Figyelj, emberünk iszonyatosan jó volt. De ott voltatok egyébként reggel felébredtetek. Persze, és mikére néztél, azt mondta, hogy Gibraltár vagy vízi aeróbik. Vízi aeróbik. A levegőben csaptam, és azt mondtam, Miki, egy újabb szép nap, irány a medencébe. Vízi aeróbikozni. Igen. Hát ezt nem hiszem. Ő biztos, hogy nem egy picit benyomott turista, ugyanolyan szállóvendég, mint te, aki szórakoztatta a feleséget meg a gyerekeket? Ő volt egy héten keresztül az animátor, aki vízi aerobikot oktatott. Ha ezt ő csinál, csak akkor nekem ott van szakmám. Akkor ott nekem van megélhetésem. Mutasd be! Emberünknek két szimmetrikus mozdulata nem volt. Nem. Ugrabugrált a medence szélén. Rettenetesen vicces volt. Egyébként 50 pluszos, uh-huh. Mindegyik szerelmes volt belé. Tehát úgy néztek rá, hogy azt mondták, hogy Jézusom. Egy kicsit elhízott. Hát, ilyen, igen, akartam ilyen, mondani, ilyen, hogy nem. Kicsit jó, nem jó az a hosszú távfutó alkat. Nem, jó húsban lévő, kb. 120 kilós ilyen mackó termetű ember ugrabugrált majom módjára a medence szélén. És hát nyilván a hasa leköveti egyébként ezt a mozgást. Hát de ellentétes irányban követi, és úgy van, hogy a klotgatyája, mert ugye az van rajta egy klotgatya, az félig lecsúszva, de már elől is és hátul is indián szökelést mutat be. Forog a tengelye körül össze-vissza, és ugrabugrál ilyen majom pózban. És picit spontánnak tűnik a dolog. Figyelj, látszik rajta, hogy abban a pillanatban találja ki a következő mozdulatot. Igen. Tehát, hogy nincs egyfajta 20 perces koreográfia ebben. Néha megállt a zene, akkor odafutott a telefonja, az valamit újraindított, nem indult el, rossz zene indult el. Tehát döbbenetes volt az egész. Nincsen egy ilyen revütáncos múlt. Nincs. Valamit ő ott oktathat táncba, mert a csajok utána oda mentek hozzá, és akkor mutatott ilyen szalsza lépéseket. Mondom, 50 pluszos nők mindegyike oda volt érte. Tehát bármelyiket elkaphattak volna. Imádják ezt a típust. Imádják ezt a kicsit maszkos, medence szélén ugrabográlus típust. Hogy, de ez most itt csak a szórakoztatás része volt, vagy pedig ezt le kellett követni nem, a vendégeknek? Nem, az a lényeg, ugye te bemész a medencébe, és próbálod azt, amit ő a parton csinál, megcsinálni a medencébe. Nyilván nem mentünk. Hát akkor viszont kemény lehetett egy ilyen edzés. Mert aki ezt a vízben utána csinálja, hát még a parton se lehet utána csinálni, de aki ezt a vízben utána csinálja, az teljesen adhok jellegű össze-vissza ugrabugrálás. Néha megjelent a hídon női ruhában, feltette a lábát, mondott valamit spanyolul majd újra. De olyan volt, mint egy rossz ilyen saskabaré, de tényleg, tehát hogy a mikroszkop színpadon láttál utoljára ilyet valamikor, mint 93-ban. De biztos, hogy nem a tartomány bolondja volt, akit senki nem bántott, így már megszoktál, mehetett oda női ruhába, tartatott vízi aeróbikot, bármi. Hát vagy reggeliért dolgozott, az megvan. Igen, egy ilyen Európa Uniós kóta szerint minden szállodának alkalmaznia kell. Igen. Néhány ilyen típusú ember. Szegény lehet, hogy fura volt, mert 8-kor láncot tettek a nyakába, és ilyen kutya reggel 8-ig. Szóval hogy a pali döbbenetes volt, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az, amikor az ember elmegy valakihez, akiről azt gondolja, hogy ő ért a saját szakmájához. Ért a saját szakmája, az beülsz egy taxisofőr mögé, de a taxisofőr tőled kér segítséget. Uh-huh. Elmész egy henteshez, a hentes fogalma nincs, hogy mit akar adni, hogy kell adni. Elmész orvoshoz, akinek a végén már te mondod el, hogy mit írjon föl. Vagy elmész egy buszvezetőhöz, beülsz mögé, aki egyszer csak megkérdezi az utast, hogy merre kell menni. Nem? Vagy ez a villamosvezető, akinek elgurult a villamos. Tehát mindenkinek volt már ilyen típusú találkozása szerintem. Amikor is egyszer rájössz, hogy az az ember, aki mögé beültél, vagy valamilyen szolgáltatást veszel igénybe, az nem, hogy nem ért hozzá, tök hülye hát abban, amit csinál. A taxis a legklasszisabb. Ebből a témakörből nekem is volt ilyen, hogy kérdezte, és először azt gondoltam, hogy tényleg az a fajta előzékeny, aki megkérdezi, hogy is jelzi, hogy ő nem akar átverni, nem akar hosszabb úton vinni, és megkérdezte, hogy merre menjünk. Hát mondom, hát amerre maga szokott, hát szerint maga tudja, hogy menjünk. Hát de hogy én merre szoktam menni? Hát mondom, nézd, én alapvetően mondjuk, hogy tömegközlekedés
közlekedéssel járok, de szerintem, hogyha mondjuk, mert mondjuk Budatétényből mentünk haza, Lőrincszámadó, mondom, nézze, az M0-áson szerintem egy picit hosszabb, akkor ne ott menjünk. De azt akartam mondani, hogy az egy picit hosszabb, de talán gyorsabb, mert ott jobban tudunk haladni, de mehetünk a Lágymányosi. Aha, a Lágymányosi. Az a Rákóczi, ugye? Egy és akkor már ott éreztem, hogy ott húha. És az elején megy a játék, mert ő nem mondja azt, hogy uram, ne haragudjon, soha életemben nem jártam Lőrincen, mondja már meg, hogy kell oda menni, hanem azt mondja, hogy na, maga merre menne? Jó, és akkor ezek után mi volt? Mentünk ugye az M0-áson, és mi történt? Dugod. Elmentünk az M5-ös felé. Tényleg, szóval, hogy hány olyan ember lehet, aki úgy űzi a saját szakmáját, hogy egyébként fogalma nincs. Elmész egy varrólőhöz megvaratni valamit, úgy adja vissza, hogy nem hiszed el, hogy ezt ő hogy tudta kiadni a kezéből. Elmész egy fogorvoshoz, aki általácstalanul, te már ott kipeckelt szájjal nézegeti a röntgenképet, és úgy látod rajta, hogy most fúrjon, faragjon, és jön az asszisztens, és megfordítja a kezében. Megfordítja, a doktor, ne így, ezt így fogjuk, hogy hány ilyen találkozás van, kemény, nem? Most egy pincér, például, amikor látod a pincéren, hogy olyan szinten fogalma nincs, hogy mit tudna nekem ajánlani? Hát, és akkor kiveszi a kezedbe az étlapot, hát... Egy másik éttermet. Igen, ezt hogy készítik? Megyek, megkérdezem, tudod? Tehát látod rajta, hogy gőze nincs arról, amit csinál. Nekem hány volt ilyen van? Nagyon patinás, nagyon jó nevű balatoni cukrászdába, tehát tényleg mindenki ismeri. Balatoni cukrászdát kell mondani, akkor ezt mondják általában. És megkérdezem, mit tetszene ajánlani? Hát, mondom valami csokisat. Hát, én nem nagyon szeretem a csokisakat. Na jó, de jó, oké, de hogy igazából nem tudod ajánlani semmit. Vagy mondom, például nekem volt egy olyan szabom, mostani szabom nagyon jó. Nekem ugye elég sok mindenből be kell vetetnem, és volt egy olyan, aminél mondjuk a negyedik alkalom után már mindig egy centivel többet adtam meg, hogy a pólókból annyival többet vegyem be, mert már kezdett idegesíteni, hogy az összes pólom haspóló. Hogy mindegyikből kimaradt. Persze, mert bejelölöd, megmondod neki, hogy hány centi, sőt, még viszel neki egy másik pólót is, hogy na, ugyanekkora legyen, mint ez. És akkor mi lesz a vége? Az, hogy a köldököt kilátszik. Nem és azért ez viszonylag kellemetlen, ahogy állsz az 50-es villamoson egy picit így ízért, jobb oldaladodott csípővel, és látszik a köldököt. Egy nőnek még csak-csak jól áll. Igen, de még akár szexi is tudnám, hogy kicsit látod a hasát, de azért egy palinál, hogy kapaszkodik, azért az nem de annyira. A mostani már kőprofi. Az nem annyira szerencsés. Na jó, megkérdezzük hallgatóinkat, jó, hogy ki milyen ilyen típusú, valamilyen szakmát űző emberrel találkozott már, amikor is látta, hogy emberünk tulajdonképpen nincs nagyon a helyzet magaslatán, sőt, mi több ugye hallgatónktól kért segítséget. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ugye arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy milyen az, amikor az ember egy olyan emberrel találkozik, akihez elmegy, vagy azért, mert orvoshoz megy, vagy tanácsot kér, vagy valamilyen szolgáltatást vesz igénybe, vagy beül egy taxiba, pincértől kér valamit, felszáll egy buszra, és látja, hogy az adott ember az adott szakmájával nincs nagyon tisztában, sőt, mi több, hát még tőle kér segítséget. Ugye ebből a vízi aerobik oktatóból indultunk ki. Igen. Aki volt szerencsék megismerni Spanyolországban. Igen, ő nem volt a helyzet magaslatán, de 50 pluszban mondom, bármelyik nőre rámutathatott volna, imádták. Andalúzia bohóca. Andalúzia bohóca, igen, a gyerekek is imádták. Hát hihetetlen SMS-ek vannak, hogy ki milyen típusú emberrel találkozott már. Csak egy-két SMS-ből így szemezgetek. Fuvarozó cégnél dolgozom, volt egy kedves új felvételis kolléga, elvileg több év tapasztalattal rendelkezett, megkapta a fuvart Magyarország-Ausztria-Bécs vonalon. Valami oknál fogva Szlovénia felé indult, és ott is kötött ki. Majd Doni telefonált haza, hogy a GPS rossz irányba vitte. Szerintetek, Jézus, hozzáteszem, hát 40 tonnás szerelvényről van szó. Így azért azt tudjuk alapból meg, hogy egy M1-est megkínálsz, és akkor majd a Bécsben nyilván ott elkezdesz keresgélni, hogy hova kell vinni. Na igen. De addig azért... Ott nagyon elmentél, igen. Az angol tanárom állandóan használta a Google fordítót az órákon, és rendszeresen magyaráztuk mi neki a nyelvtani szabályokat. Amúgy egyébként imádtuk. Gyöngyi vagyok, írja egy hallgatónk, nekem tavaly volt egy sztorim, fájó könyökkel mentem az orvosomhoz, aki azzal nyugtatott meg, hogy nem azért fáj, mert injekciót adott bele, hanem valami másért mondtam neki, hogy hát nem hiszem, mert hogy oda nem adott injekciót. Butorgyártó üzemben elromlott egy gép, amikor kijött a szervizes, megállt előtt, és így szólt: Laci, megnézhetném én is ezt a gépet, mert ilyet még nem láttam. Ez Kazi küldte nekünk, nem annyira értem az SMS-t. Nincs külön gyerekorvos a faluban, csak a házi orvos rendszeresen megkérdezi, milyen gyógyszert írjon a gyereknek, és hogy írja rá az adagolást a receptre. Gratulálok. Azért, az nagyon szép.
Négy csillagos patinás budapesti szálloda éttermében a pincértől kértem egy mézes barac pálinkát, kihozott egy pohárban pálinkát, amibe beleöntötték a mézet. Hozott mellé kanalat is, hogy össze tudjam keverni. Nem hiszem, ezt Rolka küldte nekünk. Azért az szép, nem? Még az lett volna jó, hogy egy fél barackot is oda tesz mellé. Igen, kérjék szépen, vagy, kérjék szépen egy fél barackot, és kihoznak neki egy fél barackot. Lakásfelújításnál a kőműves a bontásnál azt mondta, hogy ő nem tud lapátolni, mert nem bírja a háta. Nekem kellett, másnap már nem kellett, hogy jöjjön. Karcsi. Fogorvos élpótlás, 42 000 forint, azt ígérte, olyan lesz, mint az eredeti. Végig mondta, hogy gyönyörű, majd mikor megmutatta, úgy nézett ki, mint egy rágol lenne ráragasztva. Azt hittem, kandi kamera. Nem az volt. Belátta, hogy véletlen átlátszóra csinálta az első fogam, végül elküldött, hogy várjunk, majd felveszi a fog színét. Aha. Egy bankban szerettem volna pénzt küldeni egy másik országba. 10 percet ültem, de már közvetlen a hölgynél, aki folyamatosan megpróbált belépni a rendszerbe. Majd közölte, hogy az nem működik. Én azt kérdeztem, hogy esetleg nem lehetne ide hívni valakit, aki esetleg meg tudja csinálni. Mire ő? Na de kit? Tiszaújvárosból Debrecenben navigáltam a helyközi járatot. A sofőr végig pánikban volt, a váltót sem tudta kezelni. Ezt rászel küldte nekünk. Mondjuk a buszosoknál van olyan, hogy ott be kell ugrani egy-egy vonalra, nem? Hogy ott helyettesítenek mást. Ja, hogy nem jártad még végig. Igen. A vonalat, beteg lett a sofőrbe. Igen, és akkor ott nem... Szóval most tudod, hogy merre kell menni. Hát nem, hát... el kell jutni valahova, az oké. Okay, meg amikor tudod, a rutin elkezd működni, és arra mész, amely egyébként szoktál a saját járatodat, és akkor a félbusz elkezd, hello, 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 hello. Házi orvosom írt fel az aftámra. Kenőcsöt kiváltottam a gyógyszertárban, a tájékoztatót rutinból elolvastam, kiderült, hogy popsi pirosodása van, csak arra használható, nyálkahártyára tiros alkalmazni. Mekkora szakít? Nem mindegy azért, hogy felül vagy alul kell engedni magát. Ekkora már, hogy előre elolvastad. Igen, de nem pirosodott. Csirke alsócombot kértem a hentestől, én tipikusan ilyen SMS-ekre gondoltam. Megkérdezte, hogy az melyik, amelyik a földhöz közelebb van? Ez nagyon jó. Hát, de milyen gyakorlatilag kérdés? Hát az van alul, vagy felül van? Alsó. Hát igen, attól fog, mit csinál a csirke. Automárka szerviz. Nem? Internetes rendeléskor a kapcsolattartó tőlem kérdezte meg, hogy nekik van olyan alkatrész szerintem? Azért az is nagyon szép. Megműtötték a térdem, majd mentem kontrollra az orvoshoz, aki műtött, kaptam egy sebfertőzést, a doki levette a kötést, majd így szólt, hát... Ezt inkább megmutatnám egy idősebb kollégának. Nem voltam megnyugodva, írja Tamás. Kamion menetirányító felhív, hol vagyok már, mert a térképen két város csak 6 centire van egymástól. Jézus. Jézus Isten. Atya Isten. Dörgicse, gyönyörű étterem, két felszolgáló csaj, egy óra várakozás gyerekkel, utána megkérdezik, mit is rendeltünk? Na, szép. Igen, akkor úgy nem vagy boldog. Igen. Sógornőm körzeti dokinál. A sztori tök komoly. Doktor úr, kicsit ki vagyok készülve, enyhe depresszióm is van, mit csináljunk? A doki, igyony gyógytát és menjen templomba. Szerintetek? Márti. Alternatív gyógymódokban hisz. Igen, nem, én nagyon ér... szeretem az ilyen szakikat. Buszvezető, taxis, orvos, hentes, nem ért hozzá, ő visszakérdez. Én nagyon bírom az ilyeneket. Alternatív, igen. Igen, nem tömtett el rögtön gyógyszerrel, azt mondta, hogy tessék, akkor és milyen komplet, nem? A test és a lélek is kap valamit. Különleges tudakozót hívtam, hogy melyik pesti posta van nyitva éjfélig. A csávó visszakérdezett. Nem tudom, maga szerint melyik lehet? 600-ért remek volt, írja Kami. A tárgyalásomat napolt el a bíró, mert végig én beszéltem az ügyvéd helyett, amikor hangosan megkérdezte az ügyvédem, hogy na, most erre mit mondjunk, akkor lett vége a tárgyalásnak. Azt mondta a bíró, fiatalember, szerezzen egy ügyvédet. Csabi, azért az mennyire kemény. Na, most erre mit mondjuk. Most erre mit mondjuk. Dobjunk össze a fejünket. Kérdezi tőled az ügyvéd. Nagyon szép, nagyon szép. Pszichológushoz kellett vinnem a lányomat, több hónap kezelés után közölte, hogy nem tud segíteni. Hát gondolom azért kezelésenként egy tízecske, vagy nem. De tudom, mivel én, mint az anyja a gyereknek, ezt olyan jól kezelem, menjek már el hozzá minden héten konzultálni, hogy mi van a gyerekkel. Kérdezem én, hogy ez rendben van, de ő akkor mire van? Doktor úr, sárgák a fogai, mit ajánlana? Barna nyakkendőt, jó, igen. Ja. Kosztolányiról Budaörse busszal járok dolgozni. Egyszer egy új fiatal sofőr ült a volánnál, felszálltam, remegő hangon kérte, hogy maradjak mellette, mert nem biztos az útvonalban.
saját érdekemben maradtam. Hát ez az, amikor igen. váltanak, ugye? Tehát ez csak azért kell segíteni. Akkor mi van, akkor úgy váltja az egyik buszos a másikat, hogy fogalmuk nincs az útvonalról? Hát most nyilván reggelre lett beteg, a rendes be kollégával, be kell ugrani, akkor mész. És fogalmad nincs, hogy merre kell menni? Bocsánat, igen? Valaki balra? Jobbra? Igen. Jó. Micsoda? Nem, múltkor voltam egy diszkóban, a srác a pult mögött állt, kértem egy koktélt, mire az italos srác mondta, hogy bocs, de egyáltalán nem tudok keverni. Nem baj, kevertünk magunknak. Autót fóliáztattam, az első dolgom az volt, amikor megláttam, hogy letéptem a kocsiról, írja Dani. Hú, ezek az autófóliázások is egyébként nagyon szépek tudnak lenni. Ti fóliáztattátok az elejét, vagy nem tetettetek rá ilyen kőfelverődéses fóliát? A szélvédő fóliáztatunk, és ott volt első körben egy kis probléma, tudod, amikor látod, hogy így megfogta a szélét. Megfogta a szélét, és az szépen le is vált az ablakról. És tudod, hogy egyetlen mozdulattal le lehetett volna húzni. Mert ott hál' Istennek garanciális volt. Pincérnő light kólát hoz ki. Mondom, nem szeretem cukor nélkül, hozott nekem kávécukrot. Kecsó kalocsa vonalon a sofőr folyamatosan hátrafordult, és folyton kérdezgette, hol álljak meg? Nekem így jó lesz, nem tudom a többiek. Tomi küldte nekünk. Barátnőmnek szalagszakadása volt, a kórházban ő mutatta meg az orvosnak, hogy hogy kell nézni a röntgenképet. A barátnőm nem orvos, írja Dávid. Az milyen tényleg rászózodok? Nem úgy fordítva. Ja, most. Csak ez amikor az a baj, hogy a light call-ot kihozzák a cukrot, azon nevetsz egyet, de amikor az orvos, aki a te röntgenképedet néz, érted fordítva, és a te életed van az ő kezébe, azért az nagyon kemény. Nem, nem csúnya állapotban van ez a bal láb. A jobb. Ja, fordítva. Híres akvaparkban a csúszda tetején megkérdezem az úszómestert, akinek az a feladata, ugye, hogy mindent tudja, hogy milyen a csúszda. Mire közölte, hogy egyiket se próbálta ki, mert nem mert lecsúszni. Tök jó. És tőle válsz jó tanácsokat. Imádom, nagyon jó. Hát nem, még nem csúsztam le, nem mertem. Nagyon félelmetesnek tűnik ez a rózsaszín csúszda. 6 éves gyerekek csúsznak, hát az igaz, de még nem csúsztam le. Igen, mit csináljak, mit tanácsol, ne menjen le, ne menjen le. Kérje vissza a pénzt, menjen haza. Ezen ne csúszol le. Meleküljön. Kőműves kérdezte, alulról vagy felülről kezdjen csempészni? Hát, azért az is szép. Igen. Álszott, tök hülye vagy hozzá, én legalábbis is volt olyan nekem is, a házfelül, és földről lefelé. Akkor ezt hogy csináljuk? Hát mondom, az alját elvágjuk. Hát mondom, ha van nálam cseppe vágó, megoldjuk. Én tudom nagyjából, mit szeretnék, a feleségem is, ugye magának kéne megoldani, azt ne tud meg aztán mit csinál. Haverom kért egy pohár forralt bort egy kocsmában. A pultos, aki nyilván új volt, fogott egy poharat, öntött bele vörösbort, és berakta a mikróba. Ez nekem tetszik. Kövezzetek meg, ez nekem tetszik. Jó, azért elvárás, hogy azért a pultos tudja azért, hogy mi van, nem? Tehát az már tényleg csak a habatortálát valahogy, hogy beledob egy darab szeget még, és úgy dobja be. Kis kanál, megkevesztessék. Igen. Ez nyilván kamu. Egy kezdő nővérkétől megkérdezte a másik, hogy beadtad a B12-t a betegnek? Azt nem, de beadtam két darab B6-ot. Persze. Nyilván. Buszsofőr, szegények, ők nagyon kapnak, Sümeg Sárvár 40 km, nem tudta, hogy merre menjen, odaadtam a GPS-emet, nem tudta használni. Én voltam a navigátor. 10-es küldte nekünk. De nagyon sok ilyen van. Boráros tér, a sofőr mögött ültem, indulás előtt szólt oda, hogy álljak már oda mellé, és mondjam az utat, merre szokott menni ez a busz. Ezt Szala küldte nekünk. És amikor leszállsz a felénél a távnak, akkor kér egy másik ember. Elnézést, utasaim! Lottozóban kérdezem az embert, hogy kell kombinációs lottót játszani. Azt mondta, fogalmam nincs. Azóta se tudja, hogy mi az. Ő csak árulja. Igen. Faluszéli virágosnál egy cserepes virágot szerettem volna venni. A virágosnak még ollója sem volt. Késsel vagdalt a díszcsomagolást. Fél óra várakozás után szerencsétlen olyan csofat, szétgyűrt borzalmat alkotott, hogy egyből láttam, hogy ez menthetetlen. Megkegyelmeztem neki, és mondtam, hogy hagyjuk inkább a dolgot. Hát én ezeket imádom. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.